uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebesti Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 6 óra 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani. Sziasztok. Hello, Feri. Hello. Hello, gyerekek. Hát itt van, amiről beszéltünk. Megjött, mondtuk. Megérkezett. A hűvös, mennyit a hideg. Esett? Mit mértél? Hát én 16-ot, ahol elindultam, csípős széllel, és akkor 18-ra kúszott föl, mikor megérkeztem. Tehát nem annyira barátságos. Aha. Ez a kis hidegfrontocska. Meddig marad? Nem tudom, ezt most nem néztem. Fog-e hozzá esni az eső? Kb. Holnap. Holnapig marad, igen, ma a szigeten nem lesz túl jó idő, úgyhogy ma kicsit hűvös. Hűvösre kell készülnünk. Megveszel fel egy pufi jacket. Az lesz. Ma megyünk. Ma kitépünk. Hát ma, hogy a szigetre. Tegnap is a... A halott pénzzel? Nem, a halott pénz, az tegnap előtt volt, te nagyon okos. Akkor mi hányszor elmondtam, hogy a halott pénz tegnap van, mi van? Tegnap, kérlek szépen, vadfrutti. Ja, és a Heaven Street. Ott vagy a Heaven Street. Hoztál nekem autogramot? Nem sikerült, mert én is lekéstem róluk sajnos, egy más helyen kellett járnom. Annyira te se szaladt a Heaven Streetre. De a vadfrutti nagyon jó volt. Az csak nekem. Egy jó vadfrutti, az mindenféleképpen. Igen. De ma viszont jó lesz tényleg, úgyhogy ma megyünk. Megnézem ezt a Lily Allent, meg utána megnézem még egy csomó minden megnézem. Rettelt mennyiségű ember van, amit megint... Sokan vannak? Nagyon. Retteltesen sokan. Placebo volt, ahogy itthon mondják. Ó, az jó. Figyelj, az viszont tényleg nagyon jó. Hát ez egy elég komoly zenekar. Az nagyon-nagyon jó. Ők jók. Jól is muzsikáltak. Rettenet mennyiségű ember volt, és nagyon tényleg jó kis koncert volt. Utána, amit nem értek, azt majd megnézem, hogy hívják azt a gyereket. Egy ilyen UFO fejű fiú volt, aki egyedül állt a színpadon, viszont az meg néző csúcs, de ő így egyedül ütött valami elektronikus hangszert. Nagy színpadon, ha van ilyen applikáció, majd nézd már rá. Hánykor volt este, ő volt a főszám? Igen, a placebo után ő zenért, és hát gyakorlatilag nem tudom, 60 ezer ember tombolt egyetlen egy férfi koncertjére. Nagyon érdekes a dolog, szóval azt hiszem meg... De jó is volt? Nem volt jó? Nem, én már ezt nem szeretem. Meg én mindig azt gondolom, hogy a nagy színpadon olyan emberek álljanak, akik tudnak zenélni, érted? Vagy hogy így hangszerrel tudnak zenélni, ezt tudom, hogy elővehetjük megint ezt a... Feri, öregek vagyunk. Igen. Már, tehát hogy ők lehet, hogy tudnak zenélni, csak másképp, mint ahogy azt mi gondoljuk, hogy mi megszerettük annak idején, máshogy zenélnek. Igen, gombokat csavargató. Igen. Skrillex, meg is írta nekem. Skrillex. Hát fingom nincs, hogy jó. Na, úgy, viszont mondom, hogy olyan 60 ezer embernek volt róla a pukia, vagy milyen, és hát tomboltak. És igen? Néztem egy fél dalt, mondom, azt hiszem öreg vagyok, megiszom egy fröccsöt. De milyen ilyen drum and bass olyan, vagy igen? Én nem tudom ezeket a műfőket, hogy drum and bass, vagy drum and nem tudom micsoda. Hát, ha keresé bele egy ilyen. Bele hallgatok, majd kíváncsi vagyok. Csomó újat tanul ilyenkor az ember. Igen, azt tanul, csak én már ezt nem akartam meg. Igen, ez a hol tudás, tehát hogy... Igen, tanulsz, de minek? Ez a tanulsz, de minek típusú. De jó volt. Na mindegy. Jó, figyelj, ma megint kimegyünk, körbeszimatolunk, belenézünk, jövünk, megyünk, nem? Itt hát, van egy csomó. Csomó jó lesz. Még ma is ki akarok menni, mert még holnap vagy szombaton még szintén ki akarok menni. És akkor úgy elég volt. Az pont az a három. Egy három estét, igen. Kell egy hét együtt lét, amikor fejik a lét. Amikor paperosan három napra kimegyünk. Olyan megértő volt a sziget tegnap, is álltak sorba valami ilyen fél hótdogosnál, vagy mit tegnap betaláltál, vagy nem tudom, kajásnál, és egy lány, egy ilyen, szerintem holland volt, 18-es lány, beállt félmeztelenül. Ó, de kedves! De nagyon kell, egyébként meg tényleg, tényleg nagyon kedves is volt, de hogy itt senkit nem zavart. Még az se volt, azért érdekes a dolog, mert még az se volt, hogy így elkezdték nézni, hogy úristen, micsoda cickó, mert lehetett volna egyébként. Jó. Na, ő nagyon megfelelő. Nem, izé, zoknibe dobott, vasgó jó? Nem. Ő egy olyan holland volt. Te büszke volt rá. Kivételesen. De hogy... De nem tettél rá pokrócot, hogy gyere lányom, ne csinálj. Ja, jó, azért mondom. Ennyire még nem vagy öreg. Jaj, nehogy megfáz kislányom. És tök érdekes volt, hogy senki nem botránkozott meg rajta, valaki ezt oda vitt neki egy pólót, ezt megköszönte, fölvette, hogy még. Hát legalább volt valami hús a hotdog körül. Ha már egyébként nincs benne. És a legszebb, hogy ez csak egy hír, ezt nem láttam, ezt a tegnapit ezt láttam, hogy állítólag már a nulladik vagy mínusz egyedik napon hétfőn volt két olyan ember, az egyik őjük az csak kalapban nyomta, egy férfi, egy színes bőrű férfi. Már tök mesztelenül csak kalapban? Igen, délután 4-kor, ő már jól érezte. Hát, ahogy a csaj büszke volt valamire, ő is büszke lehet valamire. Tehát, hogy... Azt mondják, hogy nem igaz a legenda. Nem? Igen. És nézted, hogy igaz-e? Hát nem, én nem voltam ja, ott, nem láttam. Csak hallottam több elbeszélésből, hogy és volt. És nem igaz? Hogy állítólag nem.
Hát ő az a kevés kivétel volt valószínű, aki nem erősítette. Vagy erősítette, igen. Az egyébként nagy számok törvény alapján felkészült szabályt. Hát figyelj, jó az, mindig talán. Én tegnap előtt kim voltam, akkor mindenki izének öltözött. Vagy kacsának öltözött, és úgy álltak a hotdogosnál, vagy mi ez a minyon, az a grúba a minyon. Tudod, az a sárga, ilyen kék kertész nadrágos. Tudod. Mindenki abba volt. Álltak ott sorba. De ezt hozod, vagy ott veszed? Tehát, szerintem azt mondták. Amikor elindulsz Hollandiából, akkor beteszed a bőrönbe, hogy... Szerintem azt én nem láttam grús jelmezeket, meg minyonos jelmezeket eladásra. Aha. Kínálni. De hát aztán fene se tudja. Lehet. Szerintem ezeket hozzák. De én bírom, ha valaki ennyire szabad. Tehát, hogy ez... Tök jó. A sziget szerintem pont erről szól, hogy kicsit azt csinálsz, amit akarsz. Nyilván vannak túllövések, aki ugye eljön még egyszer Hollandiából, vagy franciákat láttam tegnap, aki úgy jön, hogy itt tényleg mindent lehet. És akkor az néha már sok lehet, de hogy pont erről szól, hogy te megcsinálod, amit szeretnél, és a többiek meg elfogadják. Igen, ugye? Nincs bunyó, nincs lögdösödés, nincs senki, nem verekszik, nincsenek kopaszok, valahogy nem ilyen. Igen, mindig azt szoktam mondani, aki kérdezi, hogy ez milyen, mondom, ha úgy mész ki, hogyha valaki vízipisztolyjal téged lefröcsköl vízzel, akkor azon te megharagsz, akkor nem menj ki. Mert ez tegnap is volt, hogy sétálsz. Pont tegnap előtt lőttek arcon. Mondom, mi van, esik? Nem esik? Nyilván. Azért ez elég komoly tragédia, nem? Hát igen, hogy vízes. Valakit vízipisztolyjal lefröcskölnek. Tegnap még bent sem voltam a szigeten, amikor nyakon lőttek. Igen, de hogyha ezt így úgy mész ki, hogy ezt elfogadod, akkor jól érzed magad, ha még már ezen fölhúzod magad, hogy téged levizeztek, akkor nem menjél sehova. Akkor neked nem ez a fesztivál. Ha úgy mész ki, hogy, hogy fölhúzod magad, hogy lehánynak, akkor se. Ha nem bírod, akkor nem ennyi. Akkor semmiképpen nem ennyi. Én még mindig csak lehánytam, de engem nem, úgyhogy nem tudom, hogy... Az arcodat nem ért semmi. Nem tudom, hogy az milyen. Szóval igen, tényleg jó. De hát nem tudom, ma akkor nagy kabát, vagy mi lesz ez? Este meg tud hűlni ám a kis időjárás. Fel kell öltözni, vagy pufidzsaki. Belső fűtés. Az jó rozé van, túlbosítsunk. Olyan hidegben ne ígyunk rozét, akkor válasszunk valami férfiasabbat. Valami kicsit keményebbet. Azt mondják, hogy irek a hallgató, hogy nem fásia, nem volt, kérdezi valaki. Vagy kadlott karcsi, nem? Egyik se? Biztos, hogy ez Skrillex volt? Igen. Ja, azt hittem. Igen, biztos, hogy ez Skrillex volt. Az Grimm. Grimm? Igen. Mi Grimm? Ez a stílusa. Hogy Grimm? Igen. Dubstepnek titulálják sokan, de ez Grimm. Vagy Grimm Jam. Aha. Ráadásul még ez is. Az utóbbi stílus ezt valamennyire ismer. Azt akarom, hogy a fene se tudja, a fane se tudja, ezt akartam mondani. Aha. Tehát, hogy ez volt. Na. Csak hogy tudj, tanuljunk. Jó, kicsit, jó, azért örülök, hogy megint. Dubstepnek titulálják, de nem Dubstep, hát nem tudtad. Hát ez Grimm. Az Grimm Jam, vagy Grimm, vagy mi a here. Na mindegy. De azért köszire rá tudom, máskor léci moderáld az SMS-eit. Igen. Jó. Jake Bugot nézzétek meg, a Bug már nem tudom, 2B-G-vel, U-val, vagy Bugot. Mindenféleképpen nagyon jó a csávó. Ő ma van? Ha nem ma van, legyen ma. Hát fogalmam nincs. Jó, nem érek rá. Laci, hogy kuncog voltál tegnap? Nem? Tegnap sem. Rápihentél a mai napra? Rápihentél? Na mindegy. Zenei színpadra menj el viszont. Ha egyszer azt a büdös életben megtalálnám, hogy én ott még soha nem. Bejössz, jobbra elmész, ott van hátul. Tegnap volt, nem emlékszem. Én a nagy színpad előtt, rájöttem, hogy mindig a nagy színpad előtt vagyok. Tehát a szembász a nagy színpad. Te mindig a VIP-be vagy. Nem, mindig hátul vagyok. Mindig el Magic Mirror, hátul, kajáldák, stb. Sosem megyünk előre, és mindig mondom, menjünk el, ahol a domb van, meg a csúszdák van. Igen. Na oda a büdös életben. Na oda megy, az óriás buli van. Tegnap is volt egy színes bőrű csapat, akik ilyen nagyon felhőtlen, nagyon karibi zenét nyomtak, és azt kérdezi, hogy bemész, és mindenki táncol. Mindenki szereti a másikat, nyilván van egy kis... Hogy hívják? Annyi baj legyen. És óriási, nagyon óriási buli volt, amit viszont nem értek, hogy ott, amit mondasz, hogy domboldal van. De az a csúszdás. A csúszdás. Igen, delfines csúszdás, ott ülnek az emberek, de a legszebb az egészben, hogy valaki odaverte fel a sátrát, úgy, hogy 45 fokba áll a sátor. Abban hogy alszol? Hát, ha fejjel lefelé rosszul, ha nem, akkor viszont jó. De figyelj, csúszol bele a sátor, vagy leverte. Így áll a sátor, mutatom, 45 fokba. Nagyon nagy. De óriási. Nagyon nagy. Mindig van zene, mondjuk, az biztos, hogy... Figyelj, nem... olyan a dombon fekszel, érted, hátra teszed a kezed. Hallgatod. Csak olyan, mi van egy sátor fölötted egyébként. Figyeljetek, nagyon fontos kérdésem van. Nem. Hánykor jönnek ki a sünök? Abba 7:30 után 5 perccel. De nem a trafizó sünök, mert én nem is hívom őket sünöknek. A sima sünök. Gyerekek, tegnap sűnvadászaton voltam a gyerekkel egy elemlámpával, hogy egy büdös
nyomorult sűn nem tudtunk találni 9-től 9:30-ig. Világosba indultam, hát ha világosba jönnek. Sötétbe hagytuk abba, hát ha sötétbe jönnek. Minden bokorba bevilágítottunk, körbejártuk a környéket, gyereknek megígértem, sűnvadászatra megyünk. Ezek nem jönnek. Mire jönnek? Napszálta pedig. Mit tud a sűn, ha kirakok neki almát és tejet, akkor jön? Nem, az egy mese. Azt én is próbáltam, sőt erőszakoltam rá sűnre az almát. A Viki nekem azt mondta, hogy neki volt sűniek gyerekkorában, és adott neki almát, és egy kartondobozba tartották, és a süni megette. Igen, mert tehát a kartondobozból nem tudott elmenni, tudod? Tehát, és mielőtt éhen halt, ezért megette az almát. De nem az volt, hogy félre dobta, hanem hogy megitta a tejet, megette az almát. Uh-huh. Hánykor jön a hánykor, ezek hánykor közlekednek? Mert én mindig látok sűn, de az már csak fekszik az út közepén. Azt már úgy nem mutatnám meg a gyereknek, mert az úgy szomorú estelem. Hánykor tudok 11. Én? Ezek ragadozók? Este jönnek? 11. Nem, jönnek? Fél háromkor jön Feri. Éjszaka? Igen. Gyerekek, én hajnal fél három. Olyan városi vagyok, hogy komolyan mondom, néhány állatot meg se tudok különböztetni, de hogy... Esti állat a sűn, és attól... Ragadozó? Igen. Igen? Igen, megragadja az almát például, azért ragadozó. Ássatok neki pajort. Azt nagyon szereti. Egy pajort? Egy pajort. Hát igen. Pajortam el. Egy, nem, hanem koncert, eznek éppen való. De mi hogy az, például az a pajor? Mert az utoljára ezt bogárban tudtam, hogy jól fogok. Azt hittem, hogy ássunk neki egy ilyen kis vermet, és azt hívjátok pajornak. A pajor az bogár. Igen. Hát lárva állapot a cserebogár. Igen. Azt szereti. Amivel tudsz még kísérletezni, hogyha egyenesen a francia Párizsból a piacról hozol neki érlelt sajtot. De az csak akkor közvetlen járattal az, amit próbálkozhatsz, meg a pajor. De tényleg cseretmény, kirakok egy érlelt sajtot. Nem, bármit elhiszek, gyerekek, én tudjátok, tényleg nagyon városi vagyok. Tehát a tyúk és a liba nekem az egy óra, mire megmondom, hogy melyik. Nem, az almát is szereti, az nem igaz, hogy fölrakja a hátára. Tehát, hogy szerintem az nincs. Igen, mert hogy veszi le, tudod, az a baj. Tehát nem az órával földobja, beleáll a hátába, és elviszi magával. Jó, mert nagyon csalódott volt a gyerek, és mondtam neki, hogy figyelj, Beni, hát nem, nincs olyan, hogy nem találunk sűnit. Hát ilyen nincs. Elemlámpa, minden a kezünkbe. Ő jött a kis futóbicikliével, én elemlámpával, fejlámpa a gyerekem, amit én, olyanok voltunk, mint érted. Hangosak voltatok közben? Nagyon halkan mentünk, suhantunk. Az jó. Én sétáltam a gyerek futóbiciklizet, ezt egy idő után utáltam, és szittam magam, hogy miért nem jöttem én is bringával. Milyen nagyon erős a lámpa? Nem éget mindig. Nem, nagyon jó. Várjátok. Nagyon rutinosan cserbe mentünk, és néha belevilágítottunk a bokorba. Aha. De az jó, mert ugye ott nem a sűn nem ugrik el, mert nem tud olyat. A végén másodban összeszedtem néhány gesztenyét, és akkor benne nem fér, beloptam a bokorba. Ott legyen valami minimális sikerélmény, hogy legalább a gyerek tudja, hogy élnek sűnök a környéken. Ne legyen nagyon csalódott. És szépen bentek az üzekedő homeleszek. Igen. Tejet, tejterméket, azt ne adjatok neki, azt én úgy hallottam, hogy ez nem annyira. Laktózérzékeny, hát szegénység. Nem, egy picit feldobja tőle a talpát, akkor könnyen megtalálni másnap. De... Vissza? De már nem néz ki olyan igen, jó. Igen, de nem olyan szép, és a szaga se kellemes. Figyelj, nekem az is jó, ha földobja a lábát, ráköt valaki Damild a lábára, és húzza, hogy megyünk. 5 méter előttünk megy, és így húzza a sűnit maga után. Mi megkövetjük, érted? És a gyerek lát sűn. Nem hagyhatom ilyen csalódásba. Nem. Lefeküdt és mondta, hogy apuci, holnap újra megyünk. Ó, mondom, ezt nem akartam. Pont. Na, tehát ma sincs cigetnek. De mondom, ma nem megyek, apucinak ma este dolga van. Mondom, ma nem megyünk, nem mondom, holnap este újra elindulunk. Mondta, hogy addig megyünk, amíg nem találunk. Na, ez a következő, amit nem akarsz hallani. Márhogy úgy látott magad 10 napon keresztül sűnt keresve botorkálva este. Gyerekek, találnom kell egy sűnt. Nincs mese. Két dolgot nincs jól mese. Csináltál, a csendesen menést és igen. A nemvilágítást. Az van, hogy a süni hangot ad ki. Miért? És ugye most még van egy kis ilyen párzási időszak. Párzik a süni most? Még pont belefér az őszi elvermelésig, egy alom gyerek, és amikor a sűn megy, ha meghallgatod, ja, de nem tudod meghallgatni, hiszen nem tártatok sűnt. Én csak halott sűnt láttam úton még. Az elég, ezt próbáld meg, hogy csak orral. De magad előtt vagy magad után. Nem, vigyázok rájuk magam előtt mindig, és még azt is kikerülöm. Szóval orral. Csak orral ez a... Próbáld ezt ki? Jó ide, jó. Hallod? Kicsit lassabban, ne legyél gyors. Így megy a süni. Így megy a süni? Így megy, így keresi a pajot. És miért kell nekem is így mennem, hogy hát ha meg azért, tudja, mert akkor jön, érted? Akkor nem azt hiszi, hogy te is sűn vagy nagyobb, ugyan egy csupasz sűn, de nagyobb. És kijön. És kijön. Aha. Hát ez jó, még nem teljesen győztél meg azért ezzel, úgy érzem, ebben van némi kis, bali átvágás. De tényleg így, hát milyen hangja? Ilyen hangja van a sünnek? Hát kb. Majdnem. Kb. Szerintem, és akkor még milyen tanácsot tudnám mondani? Megyek én is négy kézláb, és húzzak magam után egy almát, vagy mi legyen? Vigyél egy csaligyökér kefét. Ha bevilágítok ilyen bokrokban, ott van? Elemlámpával a fa alatt, a bokor alatt, súsnyásban, mezőn? Bokor alatt, súsnyás. Oduban? Nem, oduban nincs ilyenkor, télen van oduban, illetve az avar alatt. De oda bevermeli magát, igen?
Tehát most még ott van. Tehát most még nagyon jó minőségű sünökkel kéne találkozni, nem alvós sünnel. Tehát sünnycsaládok hevernek a mezőn, miközben én ott kajtatok körülöttük, csak nem találom meg őket. Igen, csak valószínűleg másik mezőn hevernek, mint ahol ti vagytok. Gyerek, én nem tudom, így jött haza a gyerek az óvodából. Tudod, ha egyszer így jön haza, na most mit akkor így jön haza. Egyszer úgy jön zsiráf. Az a könnyen, mert azt mondom, hogy beikém. Az behatárolható. Ülj be a kocsiba, indulunk. Elefánt mellett jobbra, az megnézzük. Vattacukor, hazamegyük. Meg ott a bokor fölé kell világítani, hogy megláss. A gyerek mindig így jön haza, hogy nem valami az, hogy menjünk kutyát simogatni. Tudod? Aha. Most semmi. Most egzotikumok. Most a fogjunk halat, az egyelőre hétvégére csúszott, ugye a szigetelés, meg az időjárás, nem tudom, de közben azért nincs lazítás. Tehát a fogjunk halat és a menjünk ide-oda között van egy irány sütvadászni. Nem enged. Nem enged a gyerek a szorításból. Úgyhogy, hát holnap. Holnap megyek újra. Ne, gyerek, én azért ezt kirakom ezt a tejet, meg ezt az ne, almát. Tejet, hát beledöglik, beledöglik, azt ne. Figyelj, nagyon neki keseredek, nekem az is jó. Egy döglött sűn. Fekszik ott reggel két megmurdált sűn a tereszomon, legalább jó. Tudom, meg tudom mutatni a gyereket. Figyelj, elég meglepő infót találtam, aszpikos macska erede, rántotta, natur csirkehús. Komolyan? Igen, hogy ezeket szereti. Mondjuk én nem tudom, hogy lehet számára mondjuk ilyen tradicionális táplálék az aszpikos macska eledel, tehát hogy az mikor került be az étrendjébe, biztos nem 200-300 évvel ezelőtt. De hogy ez... ezeket kedveli. Én azt hiszem, hogy sűn nem is akadozó. Én azt hiszem, hogy ez ilyen alma, káposzta, én nem tudtam, hogy ez... Megesz, minden evő. Azért minden evő? Azért, mert még nem kerültél nagyon a közelébe. Te vannak az úgynevezett vérsünök. Nagyon vigyázz, Benitel. Igen, a török-bálinti vérsün. Na, nekem azt kell megtalálnom. Gyerekek, azt kell megtalálnom. Meg kell fogni, meg kell simogatni, elengedni, és akkor meg vagyunk. Ez a projekt letudva. Szóval mi volt? Sajt, alma és macskatá? És aszpikos macska eledel. Tehát nem száraz, nedves, aszpikos macska eledel. Azt nagyon kedveli. Én sok mindenkinek csináltam már rántottát, sünnek még nem. De... Hogy szereti, hagymával? Milyen? Igen, hogy egy tükörtojást legyen, rántotta legyen, sajttal legyen, piricsaká, egy kis hagymá. Szerintem, hogy rádobsz a tetejére egy kis cheddar sajtot, ilyesmit, az jó tud lenni. Biztos, ja nem, az tejtermék. Akkor valami növény, akkor mit tudom, egy tofu csíkokat. Azt most pont vettem tegnap, izé tofut. Füstölt tofut vettem neki. Már nem a sünnek, hanem már kicsit... De neki is jó lesz. De neki is jó lesz. Csípős, fűszeres fogásokat nem szereti. Tehát, hogy azt semmi. Jó, még válogasson is, persze. Jó, tehát, hogy akkor semmi mexikói, kínai nem jött. És egy kis somlója végére, azt szívesen elfogyasztja még némi kis házi tejszihabbal, igen? És vízzel kell öblítenie az egészet, tehát vizet kell neki kirakni. Aha. Jó, hát ma még víz, holnap te, attól függ, hogy a sünny mennyire engedik. Hát attól függ, hogy mennyire kapatod el. Igen, velem lehet szórakozni, ha ma nem jön oda, akkor holnap már odajön a tejre. Van ilyen sünnycsapda, ilyen van? Mesterséges sünnylakot lehet készíteni a blog szerint, amit olvasok, és abba szívesen költözik be. Ez mi ez a sünn.lab.hu? Vagy? Nem, ez ahogyan találjunk sünnt. A peremkerületekben. Viszont ne fogjátok meg. Mert szúr? Nem, mert tele van bolhával, meg élősködővel, meg kullancsa, meg mindenféle vacakkal. Igen. Koszos állat a sünnye. Olyan aranyos, tudom a mesében, de állítólag egy ilyen koszoska? Nagy fúj. Tényleg? Igen. Na miért beszélsz így róla, Feri? Hát ezt mondja koszos mindenki. Állat a sünn. Hát de tényleg az. Gyerekek, nekem ha távolról látom, az is jó. Csináld azt, hogy... A nekem, vagy csak lássa a gyerek, apja köteles, érted? Úgy nézett rám elalvásnál, hogy láttam, hogy kicsit kudarc. Okay, tudod, láttam, hogy most úgy van egy ilyen kis csalódás. Bízott, hidd benned. Hidd bennem, bízott bennem, mondta, hogy apuci, nem találtunk sünt. Rám nézett, kérdően befordult a fal felé, de láttam a szemében, hogy akkor ez azt kell mondani, már nem ugyanaz vagyok, mint tegnap. Nem akartunk, sőt, mi hagyjuk szabadon a sünöket. Mi nem korlátozzuk. Igen. Mondta, hogy jó, nem kell, csak lássunk egyet. Erre már nem tudod azt mondani. A rántott húst is szeret ír egy hallgatónk. A rántott húst. Aha. Ez minden megeszik, ez a sün. De párizsiasan, vagy pedig valamilyen száraz morzsá, esetleg pankóba. Ezt így meghentergetett sütött. Igen, rántott hús. A rántott húst szeretem. Jó. Ja, nem válogatós, ez nekem tetszik. Egyszer látunk fájtoló sünüket, úgy fújtattak, mint az ipari kompresszor. Ja, nekünk Lani. Minden megesznek, ami náluk kisebb. Aha. Oh. Nagy lábúj. Hozzám is folyamatosan bejárt egy aszpikos és aszpikos macska kaját enni. Imádja. Hmm. Na. Gyerekek, meg vagyok. Teszek bele altatót, és elkábítom. Nagyon nagy. Igen, nem, és akkor nem tud elmenni. És ott fog édesen aludni a macska kaja mellett. Igen. És egy 60 wattos izzófénynél fog ébredni a pincébe. Igen, egy biliárdgolyóval a szájában. Hol a büdös francba vagytok, amikor nem látunk benneteket? Hol a családod? Hogy hívnak? A hitelesség kedvéért mesztelenül menj és húzz egy almát a farkadra. Úgy szag lesz. Köszönöm. Aha. Ez egy... Nem. Ja, gyerekek, ha nagyon nekik keseredek, már ez lesz.
Figyelj, egyébként én azt hallottam most pont valamelyik nap, hogy az országban van egy halott állat simogató, ilyen kitömött állatokat lehet simogatni. A Keszthelyen. Na. Rosszul kitömött, rondán kitömött, nagyon bénán kitömött, na nagyon tessék, állatokat. Ott nincsen sűn. Hát a gyerek azt nem kajálja meg. Hm. Nem érdekli. Oda telefonálsz az őrnek, hogy tömjetek ki egyet. Igen, hadzagom húzogassat. Balázs, akkor ti csesztetetek a bokorban, épp vécizni szerettem volna, de már mindegy, ide nekünk, Joci. Van egy egész család odaadó. Akkor ezek szerint az, amit ott találtatok, nem aszpikus macska kaja volt. Viszont sűnnek néztük, és gyönyörködtünk benne egy ide. A sűnök az M3-as 60-as kilométerénél mérnek Pest felé. Na, ott vannak. Irány, fogjuk a Benit, vigyük. Jó, köszönöm a tippeket. Tehát akkor macska kaja, sajt és rántott hús. Igen. De akkor tiszta, hogy mi micsoda. Nem lesz az, hogy ott az M0-as bevezetőnél oda mész egy Oktáviához és adsz nekik aszpikos macska kaját. És azt mondom, hogy gyere Beni, most megsimogathatod őket. Nézd, nem iszú, simogass. Csöndbe vagy, simogatod, nem simogatod. Tonfa, az meg valami könygáspré. Na most lefújták kapádat. Valahogy csöndbe azt mondták. Azonnak, na most arcon fújták kapádat, gyere Beni, megfogod a kezem, arrébb megyünk. Jó, rajta vagyunk. Holnap újra indul a sűnvadászat. Ma szülői kimenő van. Pihenhetnek a sünök is. Ma a puci máshol keresi a sűn. Négykézláb. Négykézláb a világzenei színpad mellett. Jól van, mi van a játékunkkal? Hát, tudom. Kettően egyke. És te tudod a legjobban. Tudom, és ebben eléggé benne vagyok, ugye? A kettőben igen. Az csak a sajnos mondom. Az egyben nem tudom, igen. Mi a miénk. Ma megpihenek, jó? Ma rápihenek a holnapra, vagy a jövő hétre. Hát a hallgató akarata szent, tehát hogy ezt szoktad mondani. Így van, döntsenek ők, de én nem vagyok. Jó, fél hét múlt pontosan 3 perccel, lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 7 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Egyre jobban szeretem ezt a Lenny Kravitz számot rá. Pont most mondtam, hogy egyre jobban utálom. Komolyan mondom, hallgattam itt kint, olvastam az újságot, és ilyen, figyelj, mondom, egyre jobban kedvelem. Feri bejött, mondom neki, nem kellett sok hozzá, hogy megutáljam ezt a számot. Erre bejött, és azt mondta, hogy egyre jobban szeretem. Olyan jó. Nem tudom, valahogy, hogy kiugrik a több ilyen cég között. Olyan jó hangulata van. Ez mindig is ilyen vezetőzene. Ez a mész, többinek, vezet, tudod. Ez a többinek a kritikája. Nem ennek a dicsérete. Nem, úgy kedvelem. Egyre jobban. Kint így hallgattam, mondom, hogy jó ez a dal. Elsőről, hogy fura volt egy ilyen dal Lenny Kravitztől, de hogy most valahogy kezdem megkedvelni. Trafi van az M3-ason Pest felé a 112-es kilométernél a hídról, Miskolc felé a 102-esnél szintén a hídról. Ezt Mónika küldte nekünk. Köszi, Móni. M7-es Pest felé az 53-as körnél kamion átszakította a korlátot, és bent áll a pálya mellett, a fák között. A rendőrök a leállón beszélgettek a sofőrrel, ezt pedig Massa üzente nekünk, mi pedig már is játszunk valakivel. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, császárok! István, halló István, jó reggelt! Honnan hívsz minket? Hát én Kókáról, de most jelenleg Pécsen tartózkodom, megyek Barcsra. Barcs! Barcs! Nagyon jó! Jó, messze van. És mit csinálsz ott? Én árut szállítok, ilyen lefolyó szerelvényeket. Lefolyó szerelvény, aha, én azt kell vinned. És ott milyen? Ott, várjál, mi van? Ott még rosszabb idő van talán, mint nálunk, ugye? Hát most Pécsen állok per pillanat, itt süt a nap, hát a szél fúj, de amúgy nem olyan rossz az idő. Aha, akkor annyira nem. Nem vészes. Hát, szerencsére. Jól van, kivel szeretné játszani? Én úgy gondoltam, hogy veled, Balázs. Szerintem jó. Úgyhogy... Most látom, igen, amit az Anna írt. De hogy... Belöknélek abba a gödörbe, amiben... belecsúsztál a héten. Tényleg most nem? Nem, ez a baj, hogy nem egy hete vagyok ebben a gödörben, szóval. Hanem lassan egy hónapja hát, nem tudok kijönni belőle. Hát nem baj, kapaszkodsz, én meg máma belelöklek. De gyerekek, megfordulni látszik a tendencia, mert teniszben is még gödörben voltam, és kilábaltam belőle, mert nyertem a héten, úgyhogy hát ha itt is. Hát ha itt izgulok, is. Izgulok, nagyon. Á, neted, nincs nagyon miért. Na jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Szeretnék kérdezni? Biztos szeretnél? Persze, hogy szeretnél. Hát, elsősorban is gratulálni szeretnék nektek. Mihez? Családgyarapodáshoz. Ó, köszönöm. A kis pocaklakóhoz? Pontosan. Második körben meg hallottam, hogy sűnvadászaton voltál. Voltam tegnap, így van, sűnvadászaton. Hát, kevés sikerrel, sajnos, egyelőre. De próbálkozunk.
tudnák neked egy jó tanácsot adni, 11 és éjfél között menjél ki. Most szivatsz. Akkor szaladgálnak csak igazán. Szivatsz? Ez honnan tudod, hogy 11 és éjfél között? Honnan? Hát, onnan tudom, hogy nálunk is a környékén szoktak. Te voltál már ilyen sűnvadászaton, vagy szoktál járni, vagy látod őket sűrűn? Láttam már őket egy párszor. Nálunk is ott a kertbe. És 11 és éjfél között? Pontosan. Megint lejárt az idő. Megint. Gyerekek, én mindent megtettem. Becsülettel harcoltam. Nem tudok nyerni. Szép volt István! Hát egyszer konkrétan meg is mentetted Istvánt, mert ott elakadt ő egy pillanatra, igen, te segítetted tovább. Igen, már ha nem sétált bele elsőre a csapdába, akkor mondom, már úgyse fogja kimondani, hogy gyorsan inkább tovább kérdezek. Nem. De ez mindenképpen fejlődő tendencia, mert legalább nem mondtam ki. 55 másodpercnél dobtad be a törölközőt, és mondtad, hogy na jó, akkor ez nem fog menni, most meg 57-nél. Már végigjátszottam. Már majdnem végigjátszottam. Igen. Jól van, ügyes vagy, van egy ajándékcsomagod. Nagyon szépen köszönöm, már nagyon rég akartam egy morning show-s bögrét. Na, hát az most se lesz, mert azt hiszem óra van benne. De várjál, nem, óra? Nem, bögre. A hármas ugrásban van óra? A hármas ugrás. Akkor van bögre, viszont óra nincs. A reggeli kávém már meg is van, mivel iszom. Igen. Jó van, gratulálunk, ügyes voltál, tényleg nincs kérdés. Köszönöm. Ez az éjfél és 11 között, vagy 11 és éjfél között, ez komoly? Ez halál sem komoly. De hol vannak addig? Addig bujkálnak. Bujocskáznak, elbújnak? Igen. Na jó, hát az már kicsit késő. De eljössz felénk, akkor adok neked egyet, mert nekünk a kertbe beköltöztek. Tényleg? Most van, Laci mondta, hogy van ez a törpesű, lehet, hogy olyat szervállok benne, egy kicsi, ilyen kis picike törpe. De azt veszed rendes bolban. Azt veszed rendes, bemész és bolban, a Bodzolinak állítólag van, kérek tőle egyet. Kölcsön. Aminek a tüske ilyen puhák. Ilyen puha, és ilyen pici sűnye, nagyon cuki, ilyen mini sűnye. És akkor aztán tudsz aludni is, tök jó, puha. Igen, én nem a gyerek. Ő viszont boldogan alszik vele. István, köszi a játékot. Én is köszönöm. Ciao. Sziasztok, hello. Verhetetlen rádiós duó. Ezt tudom. Rátok ez még igaz? Rátok ez még igaz? Gyerekek, azt írják, hogy a végén kimondta. De nem mondta ki. Nem mondta ki. Mindig televizionál valaki. Igen. Köszönöm, hogy ennyire drukkoltok, még ha nem is őszinte. Igen, de hogy nagyon sokan írják, hogy a végén kimondta. Anna, hallgass vissza, Léci, hátha egy pici valami nem is. Én nagyon figyeltem, szerintem nem. Szerintem nem mondta. Jó játszott, nem mondta ki, gyerekek. Többen írják. Mindig van egy kritikus tömeg, ami alapján mi már kikérjük a sólyom szemet. És láttam már, igen, ezt mondta. Ezt többen írják. Meghallgatod, Anna? Hallgass meg, jó? Gyerekek. Fú, akkor visszatérne a remény. Gyerekek, azért, ha most ezt behúzom. Hoppá! Hoppácska, akkor várjál. Amit akkor kérsz, visszatértem. Amit kérsz, elintézzük. Laci, kimegy neked reggeliért, bármit. Igen? Jó. Ha megvan a pont, akkor 2-2, ez a hét még nem ment. Félek, hogy lehet, hogy már ők is így szivatnak, hogy kimondta, tudod, reménykedjél még. Néhány percet kapsz, hogy reménykedjél. Nem mondta ki szerintem, de meghallgatjuk. Figyelj, ezek a törpesünék irgalmatlanul aranyosok. Találtam egy oldalt, ami konkrétan ezekre szakosodik. Törpesün.blog.hu. Egyébként nem jársz messze a valóságtól, és tele van ilyen nemrégiben született sünőknek a fotóival, akik már el is vannak nevezve, ott van mellettük a születési dátumok is. Ők szerzünk egy ilyen gyerekek. Máté, Gergő, Matyi, Demeter. Ők világosak, nem? Vili. Aha, és az a fura, hogy csak fiú születik belőle. Oh. Ez valami spártai alom. Megnézem őket, muszáj egyet szereznem. Annyira szerettem benne egy valamilyen kis állatot. Viszont nagyon sokan írják, hogy kimondta. A gyerekek, én meg is tapsolom magam. Megnyertem, biztos! Előtte azért ne csekkoljuk. Picit kellemetlen lesz az ünneplés már később. Szép volt, Bali! Hát, a kimondta. Bízunk benne, hát ennyi hallgató nem tévedhet, gyerekek. Nem tévedhetne, nem húznak be a csőbe. Picit úgy készüljünk, hogy mi van, ha mégsem mondtak el, akkor mit csinálsz ezzel a részsel? Hát akkor jön egy ilyen, nem tudom. Szép volt a játékos. Megkapsz a játékos valaki. 7 óra múlt 1 perce jönnek a hírek, mi visszahallgatjuk, és jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 14 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök van, már csak egy nap, és itt a péntek, aztán jövő hét. Hát ez a szerda, igaz, mi ugyan Szabin leszünk majd.
ez a szerda, augusztus 20, ez se nem kedd, se nem csütörtök, nem, ez a pont szerda. Ugye csütörtök péntek az munka, nem? Így is van, igen. De legalább lesz jövő héten egy nap, amikor egy kicsit lehet pihenni. Ez augusztus 20, ez most nem esik túl jól. Hát a kedve, még mindig jobb, mint a hétvége lenne. Csütörtök szokott, annak szokott az a legjobb. Körülni, mert egy hétfőt pénteket hozzá lehet pattintani. Igen, még a hétfő péntek is egész jó. A hétvége a legrosszabb. Igen, de ez a szerda. Jó lesz az. Mi hétfőn egyébként Debrecenben leszünk, tehát ezt nem győzünk hangsúlyozni, hogy a Kossuth téren lesz morning show, de lesznek koncertek is, mert Kassa Tibi, Vastag Csaba, Vastag Tamás, Napoleon Boulevard, Ergo és Hooligans zenekarok is velünk fognak tartani. Így van, ez lesz majd jövő héten hétfőn. Na, Ferihegyi gyorsforgalmi Pest felé Kőbánya Kispest előtt a Kagylós kútnál kamion levitte a magasság korlátot, törmelik az úton, bámészkodók miatt duzzad a kocsisor, és Zsú küldte nekünk. Aztán van egy trafi az M3-ason, Budapest felé a 60-as kilométernél, a 60-i fogadónál üzeni Tajti, és igen, újraindul a lavina, ezt többen is elküldték, mert hogy az M3-ason szintén a 61-estől a 114-es kavicsig három trafi, ráadásul elfogó vadász. Elfogó vadász is van. Elfogó vadász is van, úgyhogy a lavina hadművelet újra indult. Mindenki vigyázzon. Lepogyvázott kamion a gyorsforgalmin, ezt ugye mondtam. És M7-es Pest felé az 53-as körnél kamion átszakította a korlátot, bent áll a pálya mellett, rendőrök ott vannak, már helyszínelnek. A Budakeszi úton valaki lát egy jégembert, az csak éleszek megfagyva a kerékpáron. Üdv István, köszönjük szépen. Na gyerekek, visszahallgattuk. És mire visszahallgattuk, mert megy a veszekedés, úgy osztják egymást a hallgatók, hogy nem is tudják, hogy mit írnak. Így van, de úgy válaszolnak a másik SMS-ére, hogy azt nem is olvasták. A sok feljelentkező spicli. Ha neki nem lenne bögréjük, akkor másnak se legyen. Ha ti nem vetétek észre, akkor ő győzött. Nem szép napot, cikász. Nem mondta ki. Balázs, miért hazudsz? Balázs kimondta. Gratulálok a pocaklakóhoz. Ó, nem kell, köszönöm. Nem mondta ki, ne örülj. Kimondta. Bali örülhetsz. A játékos kimondta az igen. Voltam, igen, sajnos kimondta. Nem mondta ki. Anyád. Tehát itt egy olyan vitatkozás, hogy mintha tényleg látnák egymás SMS-eit, de nem. Ugye ez nem történik meg, mégis gyerekek, ember embernek farkasa, megy az osztás, de most igazságot szolgáltatunk. Az egyest megmutatjuk. Jó, nézzétek, tessék. Gratulálni szeretnék nektek. A mi? Mihez? Családgyarapodáshoz. Ó, köszönöm, a kis pocaklakóhoz. Pontosan. Második körben meg hallottam, hogy sűnvadászaton voltál. Nem olyan rossz. Voltam tegnap, így van, sűnvadászaton. Hát kevés sikerrel, sajnos. Igen, hát ott az nem olyan rossz. Igen, az picit húzós volt, hát. Istenem, de kár. Majdnem átcsúszott. Akkor kettő. Majdnem átcsúszott, nem vettük észre? Nem, valahogy nem tűnt fel. Miért nem vettük észre? Nem tudom, pedig elég határozottan nem. Hát, akkor megnyertem? Akkor meg. Hát, akkor meg. Igen. Jogos volt. Géppuskát is. Bárkire is lövünk. Nem, gyerekek, egyébként sajnos nem. Sajnos nem. Csak megkértem Annát, hogy hamisítson. Igen. Feketét meg fehéret nem talált. Igen, feketét meg fehéret nem talált, és megkértem, hogy hamisítson oda egy nemet. Nem, sajnos. Így tudnánk csalni, ha nem lennénk őszinték. Bizony. Mert ez egy hamisítás volt. Csak ki tudod magad mosni belőle. Ez egy hamisítvány volt. Ezt mi oda csaltuk Annával. Uh-huh. Ha? Nem, Anna akarnánk. Csalta oda. Nem, én kértem. Ja. Én kértem, hogy csináljon egy hamisítást. Megmutatjuk a másikat, jó? Hogy egyébként mi történt valójában, amiről olyan sokan írnak. A kettest. Kettest megmutatjuk. Szeretnék nektek. Mihez? Családgyarapodáshoz. Ó, köszönöm. A kis pocaklakóhoz. Pontosan. Második körben meg hallottam, hogy sűnvadászaton voltál. Voltam tegnap, így van, sűnvadászaton. Hát kevés sikerrel, sajnos. A véleményes része, amire sokan írták, hogy ott volt talán egy igen az részemről, vagy egy nem a játékos részéről, nem volt egyik semmi. Egyik se. Egyik se. Na. Gyerekek, se én nem mondtam ki, se ő nem mondta ki. Nekem igen. Az egyes szimpatikusabb egyébként. Tehát sokkal volt gyerekek, az a két nem gyerekek, benne. Sokkal többet kellene csalnunk, mint amennyit valójában csalunk. Tehát, hogy itt a lehetőség a kezünkben, Anna arany keze. Nem csalunk. Hamisít, amit akarok, hogy hamisítson, vagy amit akarunk, hogy hamisítson. Hát miért nem? Miért nem hamisítunk kicsit? Szóval nem. No. Gyerekek, ne öljétek egymást. SMS-en keresztül. De nem kell. Nem mondta ki. Úgyhogy akkor viszont így. 3-1, elvesztettük a hetet. Hurrá! Újra. Király. Jó, újra. Ez a más, a harmadik egymás után aztán. És hétfő lesz egy nagyon rövid hetünk. Már hogy jövő héten, mert hogy két napot játszunk összesen, mert hogy csütörtök pénteken ugye nem vagyunk, mert Szabira megyünk.
Ott két győzelmet kell hozzunk ahhoz, hogy ez a hét a miénk. Figyelj, ott elbukod a hétfőt valaki, és már vége is a hétnek. Tehát nagyon kemény, ott már hétfőn eldőlhet. Nagyjából még, ugye azért a kedden lehet változtatni. Nem baj, gyerekek, Debrecenben kiszedünk majd valami remegő 12 és valami remegő 6 éves. Nem? És kinyírjuk. Jó, megijesztjük, mielőtt megindul a megszólalás, és akkor megcsináljuk. Már, hogy na úgy, hogy szóval úgy értem, hogy megcsináljuk. Engem zavar a remegés. Megcsináljuk, hogy nyerjünk. Úgyhogy igen, gyerekek, ennyit erről, jó? A játékos megérdemli az ajándékcsomagot. A virágkarneválon már nem maradtok? Kérdezi valaki. A válaszom egy határozott nem. Már részemről. Maradtok? Nem. Nem, mert kedden reggel adásban vagyunk. Így van. Ráadásul aznap délután van a virágkarnevál. Haza kell jönnünk. Aznap egész nap. Igen, meg ugye? 20-a is. Igen. Nem lesz. 20-a is, tehát végig van program Debrecenben. Hétfőt azt mi biztosítjuk, és akkor kedszerben még van. De vissza kell jönnünk. Maradnék egyébként, mert nagyon szép lehet egy ilyen virágkarnevál, de... Az egyébként én láttam, én voltam. Igen? Már. Igen. Sok ültél, lelátom is nézted, ez a kamionokat. Nem, valahogy belekeveredtünk oda egy ilyen tömegbe, és akkor ott úgy néha, hogy megnéztem, és elment egy kamion rajta egy csomó virága. Szép volt, pont egyszer megnéztem. De aki még nem volt, az most nézze meg újra. Igen, igen. Tényleg, tényleg szép. Rohadjál meg, Józsi! Na, azt még is tudom értelmezni. Csak mondom, hogy István volt a játékos, én meg Balázs vagyok, tehát ez nem stimmel. Imádom az SMS-eket. Következő. Melyik négy szót kell figyelni? Kérdezte Józsi. Ne szórakozzatok már! Nagyon jó, nagyon jó. Mi van ezzel a lavinával? Nyilatkozott a rendőrség? Újraindul? Hát szerintem ez a lavina, ez nem hogy újraindul. Hát ez beütöm én ezt most, várjam. Ez ne, csak hogy, tart, nem? Ne, hogy azt, hát nem, hallgatnak róla, nincs most keresés eredménye, nulla találat. Tehát nem lavináznak. Nem nevezik nevén a gyereket. Figyelj, ezt év elején indították el, és nem volt sikeres. Emlékszem, dehogy nem, nagyon sikeres volt. Én is úgy emlékszem, hogy nem volt az, hogy márciustól, mit tudom én, májusig, hanem azt mondták, hogy ebben az évben lavina. Tehát, hogy ez egy egész éves akció, bármikor, bármikor összeállhatnak így a hármas vadásszal, és akkor szépen nagyon háromszor menő. Belefutsz. Mert hát... úgy érzed, hogy kevesebb trafi lett utána? Nem, nincs kevesebb trafi, csak szeretném, hogyha lenne lavina, akkor azt újra szóljanak és kommunikálják, ja, hogy igen, van lavina. Tehát felkészülhessek, hogy lavina hadművelet van. Tehát arról azért tájékoztassák a lakosságot. Nem, mindig fel kell készülni. Mindig úgy kell menned, most például vasárnap indulsz Debrecenbe, tudd, hogyha egyszer lefotózzak, akkor ne adj még egy kövére. Hát, egyrészt nagyon kell figyelnem, mert pont határon vagyok, mint a felvételizők, csak más szempontból. Tehát azt hiszem, ilyen 15 pontnál vagyok, és nem tudom, mikor évül el, de hogy 18-acska, az már nagy baj. Viszont Vas megyéből egy éve nem kaptam körülbelül levelet. Volt biztonsági jobb, meg rossz helyen parkolás, nem tudom, de gyerek, gyorshajtás, zéro. Változott a postacím. Tessék? Változott a postacím. Anyámnál meg ott van 65 levél, és rég inkasszó van az összes számlámon, és mínuszban vagyok, és hitelt kell fölvennem. De nem jött semmi. Hogy állsz Vas megyéből? Semmi. Ugye? Viccelsz. Gyerekek, azért ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog. Feri most kapott szobrot. Elég sokat befizetett, de most nem. Komolyan, ez egy nagy dolog. Lett ott egy barátunk, vagy hogy vagyunk? De ezt nem, ott már nem tud lenni, nem pont tud azért lenni. Vitték oda olyan messzire, hogy ne legyen nagyon barát, még mindenkinek elég szigorúan jön. Én mondjuk most egyébként tényleg nagyon figyelek, mert picit meleg a pite. Mi van akkor, ha túlléped, akkor tanfolyam? Nem, most tudnék elmenni egy tanfolyamra, hogy levonjanak az összegyűjt pontokból, de hogyha 18-at eléred, akkor viszont bevonják a jogsidat. Úgyhogy olyan szabályosan megyek be, 6 övvel kötöm be magam, 4-szer nézem meg, hogy hol parkolok, és mindenért jár büntető pont, egy rosszul parkolásért is. Úgyhogy nagyon, nagyon figyelek. Nem tudom, mikor évülnek ezek el? Soha. Ez egyébként egy örök dilemmám, hogy valaki mondja már meg, hogy ha 3 éven belül gyűjtötted, és eltelt 2 év, akkor, akkor addig gyűjtött pontok elkezdenek eltűnni. Sose fogom lenullázni, ezt viszem 60 éves koromig ezt a 15 pontot, még soha nem tűnnek el. Leadod a jogsidat, majd akkor, a végén, akkor még azt mondja, itt ez a 18 pont. A következő 30 évre még 3 pontot tudok betárazni? Hogy a fenébe van ez? Nem, egyszer erről beszéltünk, és akkor egy hallgató megírta, hogy x év után ezek lemarzsolódnak? Ez biztató. Ez nagyon biztató. És mondjuk ilyen jelentős mértékű udvariassággal nem tudnál ezt kompenzálni? Tehát hasonlóan köszönjük az igazoltató rendőrnek? Hát egy hatósági tanul előtt mondjuk látszik, hogy érted, valaki jön ki, éppen egy mellék utcából, te lefékezel természetesen nem, mint az állat, nem szépen lassan, te pedig intesz, hogy fáradjon ki, nyugodtan menjen. Az érted? A baj, hogy ezt nem pontozzák. Nem... Pedig nagyon sokat csinálom, biciklisekre nagyon figyelek, kismamákra, de nem, nincs jutalompont. Hogy nincs mindet elcsípd. nincs jól viselkedtél, Balázs, pont sajnos, pedig nagyon előzékenyen közlekedem. Mert nem tudod behúzom fülem farkam, hogy ne kapjak több pontot.
mondtad. Vigyél magaddal egy tévéstábot, aki rögzíti, hogy átkísérsz idős néniket a zebrán, és akkor ezt küld el a rendőrségnek. Ugye ez nézzék meg. Hogy igen, nézzék meg, milyen rendes. Ez a fiú, ez igen. Ez már nem az a régi felelőtlen hebrencs. Két évente elévül, de úgy évül el, hogyha gyűjtök hozzá, akkor az évül el, amit két éven túl kaptam. Tehát a frissek maradnak, aha, de a régiek eltűnnek, vagy két éven belül az összes eltűnik. Na mindegy, ennek már egyszer utána járunk, ez jó, megkérdezzük. Ez jó. Mi sötétben tapogatózunk. Nagyon jó. Na, egy nagyon szomorú dolgot csinál ugye a Magyar Telekom, és nem is azon akarunk mi mosolyogni, aki elveszti az állását. Nyilván ez mindig egy szomorú dolog, és ha emberek kerülnek az utcára, akkor abszolút együttérzünk, és nem célunk ezen humorizálni. Viszont az önkéntes programról azért érdemes néhány dolgot megtudnunk, vagy beszélni róla. Ugye ezt a Telekom indította el, ez egy úgynevezett önkéntes program, ami ugye arról szól, hogy egyszeri többletjuttatásban részesíti azon munkavállalóit a Telekom, akik önként távoznak a cégtől, mert hogy ugye egyébként hát a munkaszerződésben is nyilván vannak, a munkaszerződés szerint is vannak járójárulékok, meg a kollektív szerződés szerint is van egy csomó minden, ami jár az embernek, de ezeken felül egyszeri többletjuttatás a munkavállalóknak, akik saját elhatározásukból távoznak a cégcsoporttól. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy téged megkérnek, hogy rúgást ki magad? Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy igen, nyilván egy nagyobb leépítés van, nekik kéne meghozni a döntést. Minden terület vezetője leül, megnézi a listát, és akkor azt mondja, hogy kell még 10 ilyen ember, akkor viszont 20-an vannak, kirúgják. De az miért jó, hogy te, én nem nagyon értem ezt. Érted, hogy nekem van mondjuk 10 munkásom. Igen. Tök mindegy, mit csinálom. 10 emberem van, viszont csak 5-re van szükségem. Akkor nem én akarom megmondani, nem, ki az az 5, aki maradjon. Nem, mert ugye neked az van, hogy le kell építenem 1700 embert. Hát, hogy 1700 embert építenek, az nagyon az sok. Kemény. Az nagyon sok. Ez a teljes leépítés. Fővárost érinti 18 megyét, tehát elég komoly és drámai számokról van szó. Gondolom, ami statisztikát javít, tehát más a statisztika, ha te küldöd el, aha, meg javítja a statisztikát, ha ő mond föl neked. Nem, nem ez van a háttér? Ebben igazad van, de az ember állományomat, akivel én tovább fog dolgozni, ezt nem én határozom meg. Nekem na jó, de nyilván egy-két vezető beosztás az neked fontos, de hogy mondjuk az abból marad. Az 1700 emberből 1300 mondjuk áll egy szalag, mert csinál valamit, összeszeres, és ugyanazt a munkát végzi, és ugyanazt a munkát végzi, ott mindegy neked, mint munkáltató, hogy most kimarad. Aha. De hogy ez tulajdonképpen egyfajta ilyen az Európai Bizottság előtt, hogy az Unióban egyfajta statisztikát javít, vagy tehát azt mondom, én megkérlek téged, föl, hogy mondjál föl, és akkor ezért kapsz egy egyszeri juttatást. De hogy van? Mi van, ha én fölmondok, és közben én egyébként maradhattam volna? Tehát én azt honnan tudom? Hát ez az. Azt mondom, hogy gyerekek, én hallottam, bemegyek, főnök, fölmondok. Aha. Fölmondasz, hogy kiderül, hogy két hónap nem is, vagy megmondják, hogy melyik részlegről hát távolítanak neked el. Neked azt fogják mondani, hogy rád szükség van, ne mondj föl. Tehát, vagy hogy te esélyes vagy arra, hogy ezt maradsz, a részleget leépítjük, aha, akkor viszont jobb, hogy fölmondasz. És ez mennyi pénz? Ebbe belegondoltatok? 1700 embernél? Tehát egyébként is ki kell fizetni valamiket, ami a szerződésben benne van, és most még azt mondják, hogy megkapod mondjuk 3 havi munkabéredet, vagy egyet. Azért az óriási. Azt írja, igen, hogy a program várhatóan csökkenteni fogja az elbocsátásban érintett létszámot. De hát azok, akik önként mondanak fel, ugyanúgy az utcára kerülnek. Ugyanúgy nem lesz munkájuk. Nem? Tehát csökkenti az elbocsátott érintett létszámot. Hát azért, mert valaki önként bemegy, az ugyanúgy nyilván az utcára kerül, csak ő saját önként mondott föl. Melyiket választod, ha ott állsz ebben a helyzetben? Kirúgnak, megkapod mondjuk a szerződésben foglalt egy havi munkaszerződés, igen, így van. Egyszerű juttatások, többletjuttatások. Ha te fölmondasz most, akkor kapsz még egy havi munkabért. Hát nyilván ez nem? Hát értelemszerűen. Hát ha tudom, hogy vége, akkor de igen. De azt tudod, hogy ki fognak rúgni? Igen, írja egy hallgató, hogy állami támogatást kaptak, ezért nem küldhetnek el ennyi embert egyébként. A tudod, hogy ki fognak-e rúgni? Biztos, hogy megmondják. Aha. Igen. Hát megmondják talán azt, hogy milyen szempontok alapján építenek le. És akkor, ha ezek igazak rád, akkor úgy sejtheted, hogy te is beleesel, vagy nem esel. Tehát nyilván az ott eltöltött évek is számítanak, az életkorod is számít, aha, hogy családos vagy, hogy az agglomerációban laksz-e, vagy pedig beutazol valahonnan messzebbről, tehát hogy sok ilyen szempont van. Ez szörnyű lehet egyébként. Engem még soha nem rúgtak ki. Ez előbb-utóbb nyilván megtörténik. Tehát ez kódolva van. Tehát az embernek egyszer azt mondják, hogy vége. Hm. Nem? Mindenkinek jár egyszer. Ez legalább egyszer ezt át kell élni. Tehát olyan nincs, hogy te úgy ezt legy életet, dolgozol X munkahelyen, egyszer nem mondták azt, hogy köszönöm szépen ennyi. Mert nem tettünk még érte eleget. De majd. Jani, te jössz. Egy perc alatt meg tudnánk oldani egyébként. Tehát akarnánk már 8 órakor jönne a telefon, hogy álljunk föl, és lekapcsolták a mikrofonunkat. Tehát pikpak meg tudnánk ezt oldani. Én 5 percen belül el tudom intézni. Fogadunk? Szerintem te úgy el tudnál intézni, hogy most 7:30 van, és mire Ákos belevágna a 8 feles hírekbe, már nem már hazafelé útközben nem meg a joghurtomat.
Gyerekek, bekapcsolt mikrofon élőadásban azért az életveszélyes tud lenni, úgyhogy tudnánk három olyan mondatot mondani, hogy azonnal végünk legyen. Rúgtak már ki benneteket? Nem. Téged se? Tehát ez mindig megúsztad? Az volt, hogy átmentem egy következő helyre. Mert érezted, hogy már éppen kirúgnál? Lehet, hogy az is benne volt, de nem. Mindig de jókor váltottál. Gondolkozom, de nem volt soha olyan. Nem volt soha. Jani, neked egyszer van, hát igen, nekem erről már beszéltük elég sokszor, igen, volt egy ilyen periódus, ami aztán elég mélyre lökött, úgyhogy, de ott az tényleg csak az én hibámból volt, tehát, hogy ott senki más nem akart igazából kirúgni, sőt, még egy kicsit így segíteni is akartak, hogy maradjak, de én nem. Igen, ott valahogy én eltoltam a segítőkezeken. Dacos voltál, büszke, és igen, és nem engedtél, nem engedtél. Pedig én akkor is. Igen. Úgyhogy ott az a saját hülyeségem volt. Igen, ott azért mentél el, igen. De olyan egyébként a családban már természetesen volt, mint hogy nagyon sok magyar családban is, hogy például két intézményt összevontak, és akkor előbb vagy utóbb, hogy nem kiderült, hogy a két intézménynek az össze dolgozói létszám az egy picit sok, annak az összevont intézmények, és akkor így szépen lassan így mindenkit így kiszórogattak. És akkor besettenek áldozatú családtagunk is. Úgyhogy. Ő is kapott pluszpént, gondolom, nem, ugye? Nem. Volt jellemző. Nem. Na, nézzük meg akkor, hogy hallgatóinknak mit kellene csinálni ahhoz, hogy 20 percen belül kirúgják őket? Nagyon jó. Ez most írjon a pékek, cukrászók, fuvarozók, hogy mi az a pont a főnöknél, ahol tudod, hogy 20 percen belül utcára kerülnél? Főnök, most is a Morning Show-t hallgatom. Ha mondjuk Juventus hallgat, de ha a Juventus szereti a főnök. Mert miért utálna ennyire önmagát, nem? Hogy, hát mert, hogy hívják? Hogy miért kínozná ennyire magát? Mert mindig dacosnak és keserűnek kell lennie. Igen. Szóval, hogy mit kell csinálni a hallgatóinak, hogy önként, nem is önként, igazából 20 percenből az utcán találják magukat. Tényleg, mindenféle körből írjanak emberek, bármit csinál. Hol dolgozik, milyen pozícióban, ez nagyon fontos. Ha vezetőbeosztás, ha középvezető, ha metrót vezet nekünk, bármi jó igazából. Hol dolgozik, milyen pozícióban? És mi az a pont? Mit kellene csinálni? Aha. Ha mondjuk egy ilyen tudatos kirúgás lenne. Biztos, hogy mindenkinél megvan. Tudja, hogy mire érzékeny a főnök, nem? Vagy tudja, hogy mi az a pont, hogyha ezt megteszi, ezt bemondja, ezt összetöri, bármi, akkor ott egészen biztos, hogy 8 órakor már nincs állása. Nekünk is van ilyen, mindenkinek van ilyen, nem? Ja, bizony. Egy-két rossz mondat. Jó? Úgyhogy, hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi az inger küszöb. Ha valakinek nincs főnöke, akkor mikor rúgnád ki önmagát? Mint már valaki kérdezi, hogy nincs főnöke. Mikor rúgnád ki önmagad? Mi az a pont, ahol már nem tudnál együtt eleget dolgozni? Lenne magadból. Igen, együtt dolgozni saját magaddal. Jó, keressük meg ezt a pontot mindenkinél, aki jelen pillanatban dolgozik. 7:58, jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:48 lesz pontosan, 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy ugye van ez a sajnálatos dolog, és nyilván nem is ezzel humorizálunk, hogy a Telekom önkéntes programot indított. Mi szerint többletjuttatásban részesíti azokat a munkavállalókat, akik önként, ugye, hát tulajdonképpen saját elhatározásukból távoznak a cégcsoporttól, és ezen program miatt várhatóan csökkenni fog az elbocsátáson érintett dolgozók létszáma. Arról beszélgettünk, hogy ez hogy van. De ez csak témaindító volt. Igazából nyilván az mindig szörnyű, emberek kerülnek az utcára, főleg ennyien. Viszont eljátszottuk a gondolattal, hogy mit kellene ahhoz csinálni valakinek, a hallgatóinak pontosabban, hogyha mondjuk 5 vagy 10 percen belül utcán szeretnék magukat találni. Mit kell ahhoz tenni? Bár, ha középvezető, ha targonca vezető, ha metróvezető, ha cukrász, ha pék, teljesen mindegy, szoftverfejlesztő, bármi. A lényeg, hogy mi olyat tud tenni, amivel mondjuk 5 percen belül kirúgatja magát. Nagyon érdekes SMS-ek jönnek, az anyagi kártól kezdve a beolvasáson keresztül a pofoszkodásig, ugye a legtriviálisabbak. Hát igen, hogyha mondjuk egy villás targoncás odaáll a főnöknek a verdájához, szépen átdöfné rajta, tehát nem rendeltek összére használ azokat a villákat, hanem átdöfné rajta a villákat, és akkor megemelni, és aztán szépen kivinni az utcára, vagy nem tudom, rárakná esetleg a vezérigazgatónak az autójára, stb. Tehát, hogy nyilván megállítanák gyorsan. Jó, de ez nem szakmai. Bár igen, targonca, hát, mondjuk kell hozzá. Ez igaz, hogy én itt hiába akarnám megcsinálni. Egy nagy multinál dolgozom viszonylag magas pozícióban. Szerintem egy 3 perces őszintességi rohamot nem tudnék végigcsinálni, úgyhogy másnap még legyen állásom. Ezt Gizmo küldte nekünk. Irodában dolgozom, jobbomon a főnök felesége, balomon a szeretője ül. Ja, csak egy szó, tudom és repülök. De legalább nagy végkielégítéssel. A Milacin küldte nekünk.
Nekem egy perc alatt sikerülne, bár soha nem lennék rá képes. Óvónőként egy jól irányzott kis pofon, és már tuti a szabadság, írja Anikó. Egy laza gyerekverés, és azonnal kirúgod magad. Banki ügyintézés pénztár. Például, ha valaki felvesz pénzt, odaadom neki, mélyen a szemébe nézek, és azt mondom, legközelebb több odaadással szívi. Jó, de szép. Legközelebb több odaadással szívi. Most még kifizetlek, de azonnal vége, igen. Pénzszállító ugye elviszi egy táska pénzt, Csingisz küldte nekünk, Telekomnál dolgozom, az M-Telekomnál, ha elkezdeném az összes előfizetőnél a net plusz TV plusz telefon plusz mobilt is kikapcsolni, megszüntetni a szolgáltatást, biztos, hogy nem örülnének nekem. Írja egy hallgató. Valószínű, igen. Biztosító ügyfélszolgálat, minden második ügyfélnél kell a fejemet fogva tovább mosolyognom, és türelmesen magyaráznom, tűrnöm a hülyeséget, vagy lenyelnem a bunkóságot. Ha csak egyszer is őszinte lennék, repülnék, írja Mona. Ennyi embernek mennyi hülyeséget kell eltűrni, nem? Milyen kemény munkák ezek. Diszpécser vagyok. 24 órában riasztók jelzéseit figyelem 4 monitoron, amiből 2 kamerás. Csak fel kéne állnom a székből. Ezt überejétek. Abban a pillanatban kirúgnak, ott nem adod le, nem szólsz, hogy betörnek, vége van. Területi képviselőként SMS-t írnék a főnöknek. Főnök, leléptem a Balatonra, teletankoltam a céges autó céges kártyára, a céges bankkártyáról pár SMS-t még fog kapni. Ha elromlana az idő, azonnal jövök haza. Jó, zsivány a vége. Árti küldte nekünk. Igen. Jó, hát ezért mondjuk bárhol kirúgnak. Persze, de nem gondolná azt a főnök egy pár percig, hogy ez csak poén? Hát lehet, hogy gondolná. Amikor siófokról megjön az első pipit, ja, igen. A bankkártyáról. Egy siófoki. Egy biztosító ügyfélszolgálatán vagyok, bunkózás az ügyféllel, véletlenül saját számlámra utalnám a károkat, vagy ha fehér blúz helyett bármi másban fogadnám az ügyfelet, azonnal vége. Zsuk, küldte ezt nekünk. Fehér blúz helyett bármi más. Azonnal így van. Tehát, hogyha nem fehér blúz a munkaruha, azt kell hordani. Ha mondjuk medici labdának használnám a dinnyéket a bolt erőt, szerintem a senkinek nem tetszene, így egy hallgató. Mélyfúró technikus vagyok, engem azonnal kirúgnának, ha valamit szándékosan bedobnék a fúrójukba. Például csavarkulcs. Hát igen, mondjuk, ezt megértem. Napocskás cégnél dolgozom. Ha minden nap összetörök egy kamiont, akkor se rúgnak ki. Na, azt talán szerintem... csak ha bemegyek a főnökhöz és beverek neki egyet. De szerintem ezt próbáld ki, jó? Tehát mától minden nap zúz meg egyet. Igen, tegyél a tetejére minden nap egy nyergest. Szerintem a harmadiknál azért szólnának, hogy köszönjük szépen. A napocskásnál elég nagy a. Jó, de hagyd menjek ki megnézem, nem lakok messze a telephelyetek. Igen. Ételfutár vagyok. Ha az ügyfél előtt megkóstolnám az ebédjét. Tuti 5 perc és repülnék. Az nagyon igen. Jó. Mit rendelt? Szíves kombocot? Azt én is szeretem. Fahéjjal? Megint van, mert arról hat élet. Na, én ezért nem veszek magunktól semmit. Hányszor mondtam, hogy magozzák ki? Igen. Nekem elég lenne egy kacsintás. Üdv, egy nőgyógyász. De szép. Hello. Hát én már hallottam az egy-két olyan nőgyógyászra, akit ennél többért se rúgtak ki. Igen. Rákszűrés? Feküdjön fel az asztal. Mindjárt jövök. Csak bemosakszom. Szóval. Igen, csak dugd meg a titkárnőjét. Én megtettem, délután már nem dolgoztam. Hát, rossz. Én ki akartam rugatni magam. Loptam úgy, hogy a kamera lássa, de így is 3 napig tartott. Nem akarták, hogy felmondjak. Szerintem, ha kimennék cigizni egy alapos ordibálás után, mehetnék, pedig egy kocsmában dolgozom. Szerintem ez elég vicces, de egy kicsit nem normális a főnök, írja Timi. Naponta a párommal 330 embernek szállítunk kaját. Szerintetek? Ott is pillanatok alatt meg lenne, igen. Pszichológus vagyok egy állami cégnél. Ha a jelenlegi kormányt szidnám, vagy valami kamu indokot mondanék, azonnal kirúgna a főnököm. Így egy hallgatónk, igen. Vannak durvább megoldások, rápukiznék a fejére, szerintem ez bárhol hatásos, írja nekünk Misi, igen. A köcsök szerint nem köszöntem neki. De jó, a megszólítás még egyszer. Igen, vagy a köcsök szerint nem köszöntem neki. Ezért elküldött. Igen. Ha névvel, adatokkal megírnám, mit is dolgozom, és hol, így a Boxi. Ja, akkor már is. Boxi, küld el nekünk, nem olvassuk be, csak kíváncsi vagyok. Nézem az SMS-edet, hogy tudom, mi a vége. Nem olvasom be, megígérem. Boxi, csak... tudod milyen, ne küld el. Nem, tényleg nem, csak kíváncsi vagyok. Névvel, adatokkal megírnám, mit és hol dolgozom. Aha. Hát páran, ha ilyet elküldenének, akkor igen. Tényleg nem olvasom be, ha akarod, írd meg. Balázs, azonnal gyere be az irodába, írja Titus. Menj be, de üres az iroda. Igen. Otthonról küldte az SMS-t. Igen. De hallgató szórakozik.
Feri, nálatok a kórhelyből hogy lehetne kirúgatni magát mondjuk egy pincérnek? Hát ha bunkó a vevő. Ez neked borravalom! Ez neked borravalom, köcsön! Emélye, szabad szemben is láthatod. Hogy egy ilyen napot csinálunk egyébként, amikor így bánsz az embereket, senki nem jönne vissza többet. Szerint, a, tuti, vagy te szeretnéd? Na mi van, mit ennél? Így kezdődne egy beszélgetés. Ne, szóval nem lehet megcsinálni, de ez, szerintem ez a... Mit tenni a mocskos a vega? Nekünk csak húsos ételeik van, akkor, hogy így aztán a családod együtt is. Hát ez kirúgók, ez kirúgási indok. Feri azt írja, nem tudom, munkanélküli vagyok, szegény. Építőipari munkavédelmi koordinátor vagyok, fürdőgatyában és csattogos strandpapucsban kimegyek az építkezésre. Abban a pillanatban vége is lenni, lenne ennek. Ezt Áki küldte nekünk. Azt mondja, hogy igen, a Dunafernél évek óta megy az önkéntes távozási program, igen. Világhírű porcelángyárban dolgozom. Szerintetek csak egy darabbal kéne kísértálni. Igen. Vagy direkt össze. Vagy más festeni rá. Az nagyon szép, igen, valamit fölraksz rá, igen. Szoftverfejlesztő vagyok, például ha egy éles szájtra kitennék valami nagyon durva képet, videót, akkor hamar csomagolhatnék. mmb.hu vagy nestle.com. Oda kitennék valami. Hát lehet, hogy Nestle nem annyira örülne egyébként, igen, igen. Ugyanitt Óven bácsira jelentkeznék. Ez Gábor küldte nekünk. CNC üzemben dolgozom, gépkezelőként. Ha most oda mennék két géphez, és gyors járatba ráküldeném a revolver fejét a fő orsóra, a főnökön betérdelne, én meg repülnék. Ezt NC Muki küldte nekünk. Hát ebből keveset értünk, de az anyagi kár jelentős lenne. Legalábbis erre gondolok. De egyébként tényleg, hogyha van mondjuk, ha például itt van a C-skóla, aminek nyilván van egy honlapja, a honlapnak pedig van egy webmestere, hogyha a webmester kirakna egy jó kis P-skólás hirdetést, azt gondolom, hogy elég óriási lenne. Hát, óriási lenne. Hatalmas Pepsi felirat. Igen. Igen. Mi itt a kokánál ezt isszuk. Csak ezt isszuk. És egy ember áll egy Pepsivel. Egy messzis reklámot tudod. Az nagyon kemény. Azt nehéz lenne megmagyarázni. Összekevertem a kettőt. Hát takarodj! Elnézést, bocsánat, nem tudtam. Hirtelen összezavarodtam. Nekem aztán tök mindegy. Hirtelen összezavarodtam, hogy hol dolgozom. Igen. Tévés kirúgás is volt. Pont tavaly volt, hogy hívják a... Szebeni, akinek fönhagyták a mikrofont szegénynek. Uh-huh. Az nálunk is menő lenne, ha egyszer én nem nyomnám ki. És végre a megszólalása. Ne fenyegetőzz rá. Az kemény. Az kemény, igen. Az kemény. A szokásostól eltérően nem raknám meg reggel a főnök a szagyomat. Aha. Hmm. Ez édes teher. Ez a kedvences. Misi, jöjjön az irodámba. Nem, ma nem, akkor. Igen. Vagy jön, viszlát. Vagy ki van rúgva. Azért hétfőtől péntekig, az már nem édes teher. Az már nagyon kemény meló. Az már meló. Ha megverném az Omega egyik tagját, Taxis Marci. Akkor még lehet, hogy koncertjét is kapnál. Egyébként igen, most éppen hogy áll az Omega úgy tényleg? Pereskedni, bíróságra mennek, vagy közös koncertre mennek? Mi az van? Egy nagyon dolog. Most nem tudom, hogy fasírtban vannak-e, az egy ilyen sebelet se nélküled. Igen. Balázs, nem vicceltem. Azonnal gyere be, Titus. Ti hogy rúgnátok ki magatok, írja Zsolti? Hát gyerekek, hogy tudnám, most kicsit beszéljünk erre egy félig komolyan, hogy tudnánk nyilván kirúgatni magunkat? Ne? Hát, nyilván van pár téma, ugye, ahol nem a mi munkakörünkben, bárhol, ha elkezded ezen témákat feszegetni azonnal, mert hogy az egyszer nem fér bele semmilyen etikai kódexbe. Most ha valami olyan magánvéleményt fogalmaznánk meg, ami szintén azért sértene bizonyos... Nyolcig tartó időszak elég komoly trágássággal telne, szerintem azért is. Figyelj, az még érdekes, lehet, hogy megmagyarázható. Most mondok három ronda szót, azért nem rúgnak ki. Ha... Hármat, hanem nyolcig folyamatosan. Ja, ami hát, ömlik. Senki nem tud úgy káromkodni, hogy ilyen. Most elkezdenék masszívan káromkodni, és abban megemlíteni. Tehát azért úgy igen. Családtagokat felmenük. Úgy például igen. Kinéznék az ablakon, és elmondanám a véleményemet, ami hirtelen egy eszembe jutott látvány. Szóval, szerintem hát vagy a bekapcsolt. Nagyon gyorsan. Vagy a bekapcsolt mikrofon, nyilván az is egy érdekes dolog, hogy az ember azért itt beszélget különböző dolgokról. Igen, nyilván, persze, és minket is elég hamar ki tudnának rúgni. Na jó, hát köszönjük az SMS-eket. Szeretem, amikor ennyi helyről írnak. Cégvezetők, középvezetők, pszichológusok, nőgyógyászok, cukrászok. Tehát, hogy tényleg mindenkinek megvan az a pont, nem? Amikor így egy másodperc alatt leszámol az eddig életével, ki akarja rúgatni magát, megteszi, bemondja. És hogy közben azért hány ember álmodozik arról, és kell fel úgy, hogy de jó lenne ma ezt megcsinálni.
bemenni a főnökhöz, letolni a nadrágodat, fölkuporodni az asztalára. Kicsit több, mint amiről eddig beszélünk. Én szerintem a magyar lakosság nagy százaléka, aki alkalmazott, az naponta legalább egyszer eljátszik a gondolattal, hogy de jó lenne egyszer ilyen szabadon. Ha mondjuk megnyerném a lottótört, bemennék a főnökhöz, és mit mondanék? Nem? Kezdeni mit csinálnék, mit mondanék, hogy vágnám tönkre a céges autót, hogy mennék be egy kamionnal vagy egy targoncával az irodájába. Tehát szerintem ez a hogyan ölném meg a főnököt, vagy hogyan rúgnám ki magam, ez a meglepődnénk erről, hány ember fantáziálgat itt Magyarországon. És sose teszi meg? Hát nyilván nem, hát azért a legtöbb ember azért kiszolgáltatott, ugye? A kirúgod. És kapsz mondjuk egy új lehetőséget, akkor se csinálod meg? Dehogy nem. De akkor se így csinálod. Ha van egy fix lehetőséged, ahova mondjuk átigazolsz? Igen, dolgozol valahol 5 éve, és nagyon tele van mindened, és minden nap erről álmodozol, hogy nadrág le, fölkuporod. Mm. Talán egyszer ezt megcsináltuk már témának, ez a hogyan mondtál föl, amikor már tudtad, hogy minden mindegy, és jöttek jó SMS-ek, hogy bementem, beolvastam, ajándékot tettem az asztal alá, kis csomagot a kocsiába, tehát ilyen volt, ezt megcsináltuk. De ezt tényleg így nagy nyilvánosságot érdemes csinálni. Tehát úgy, hogy 4 fal között, és csak a főnök letagadhatja később, hogy mi történt. Ezt lássa mindenki, amikor a főnök kicsit megszégyenül. Nem? Gyors kötöző kézre, lábra kiúzni a placra, ott van 30 ember, te letolod a gatyád és lebrunyálod. Azt gondolom, abban van rakendról. Hányan álmodoznak erről? Ha Pakson lekapcsolnék 2-3 gombot és Szabira mennék. Az igen. Azért az is kemény. Lenne kapkodás. Lúgó küldte nekünk. Na jó. Hát gyerekek, vissza a realitásba. Jó, mindenki menjen dolgozni, vegye fel a munkát, érjen be a munkahelyére, és ne akarja fejben megölni. Az én bemegyek ki gyors kötözővel, megnézem, hogy benn van-e már. És valamit oda teszel az asztalára? Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint tudolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Hölgyem, nyugodjon meg, ez egy bevett eljárás, nőgyógyász vagyok. Tasszik, közi az SMS-t. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Zoli, hello! Sziasztok! Te mit dolgozol, Zoli? Én ételszállító. Ó, hát mennyi lehetőség, hogy az ember kirúghassa saját magát. Mennyi lehetőség? 20 másodperc. Az körülbelül, akárha ügyfélnél vagy, akárha még bent vagy igen. Vagy bemész a konyhára és valami olyat teszel. Igen. Rúgtak már ki? Nem, hála az égnek még nem. De eljátszottál már a gondolattal, hogy mondjuk, ha lenne egy másik állás, akkor hogy mondanál föl, vagy mit csinálnál? Azzal mindenki eljátszik. Na és te hogy rúgatnád ki magad? Hát szerintem, hogyha fölhívnám a főnökömet is közölni, hogy az egyik utcába kipakoltam a kaját, szerintem gyors megoldás lenne. Hát kukában van az összes. Ja, csak úgy 300 adagot így lepakolnál az útszélére? Körülbelül. Azt tudom, mi lenne a legjobb, hogy autóztam ma, mit tudom én, a Blahán, és ott volt 3 hajléktalan. Odattam. Olyan éhesnek tűntek főnök. Igen. Elvittem 2 bölcsödébe, 2 óvodába. Bocsánat. Igen. A maradék meg a kertjébe van főnök. Kicsit csomagolva. Hát gyerekek, igen, azért érzem, mindenki eljátszik ezzel a gondolattal. Zoli, hol vagy egyébként? Budapesten? Budapesten, igen, Budapesten. Töpörös. Azon gondolkodtam, Zoli, hogy az összerágott rágógumi kísértetésen emlékeztet a Nokedlire. Nehéz megkülönböztet? Nem. Nem minden esetben. Igen, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berunén, figyelj. A Rabant 601. Aha. De szép is ez. Most mondott le a zöld kártyára. Na, mutatjuk az éneket, figyelj. Halló. 8 óra munka, 8 óra. Ennyi. 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, a dal, amivel mainstream lett a Beatrice. 8 óra szórakozás. Én kedvelem. Én meghallom, azt bárhol meghallom, már nem hallom sehol, senki nem játszott, de ezt valahol meghallom, jó, jobb kezdem lesz tőle. Jól van, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy, Zoli, gratulálunk neked. Köszi. Így vagy. És olyan gyorsan megmondtad, hogy nem is vettünk ki belőle semmit, minden benne van. Hó, jó? Az a legjobb. Na, küldjük neked, köszi. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Az én főnököm annyira rendes, bármennyit lopok, nem haragszik meg érte. Igen. Hát az rendes főnök, főleg a tud róla. M3-as horti pihenőnél mérnek, ez ebben a pillanatban jött, jó? Úgyhogy mindenki menjen lassan. És Kál erdőtelek kiárónál szintén mérnek a felüljáróról a rendőrei. Ez Brünci küldte nekünk, ez is az M3-ast érinti egyébként. Csütörtök van, itt van Gáborunk? Itt van már kint. Itt van már. És valamit kavargatott. Mr. Puliszka.
megjött hozzánk, úgyhogy Gáborra folytatjuk a hírek után. 4:09 lesz pontosan 4 perc, szóval hello, mindenkinek jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. És hát gyerekek, ez a Danny Blue. Régi barátom. Nagy mágus. Já, igen. Egy varázsló. Csinált egy trükköt, ami nem sikerült. Most akkor mi van? Most akkor oda az illúzió? Nem igaz, hogy nem sikerült, mert ő azt mondta, hogy ez sikerült, csak nem annyira, mert ugye az volt, hogy a Demcsáknak föl kell írni egy összeget, amiről ő álmodozik, és ezt ő kitalálja. Igen. És a Danny Blue 100 milliót mondott, a Demcsák meg csak 10-et írt. Hát az csak egy nulla. Hát most oda az illúzió. Hát most mit gondolják ezek után Danny Blue-ról? Azt, hogy egy nagy mágus, hiszen csoda, hogy ebből hogy lehet megélni. Tényleg, hogy 10 millió vagy 100 millió, az nem mindegy. Hát, igen, az utóbbi a szimpatikusabb lenne. Hol van? Egy irtózatos kancúnyogló, ott van. Atya úristen. Fia, az meg fog támadni, ez ebolás. Most mi lesz most? Egy kancúnyog jött be a stúdióba, igen. Na mi ez, hogy a Danny Blue igen trükköket mutatott be az egyik kereskedelmi tévé reggeli műsorában, de nem sikerült, és nekem oda az illúzió, és most ezen gondolkod, most mit higgyek el ezek után Danny Blue-nak? Hát azért 10 millió vagy 100 millió, azért az csak egy nulla, de azért az... 90. Azért az 90-ecske, ezt valaki lelakja el így egy szatyorba, az nem rossz. De majdnem eltalálta. Majdnem. Mi volt a kérdés, hogy mennyi pénzt tenné boldogán most Demcsák Zsuzsát? Igen. Igen, és azt találta a 10 millió? Aha. Hát... 10 millió, ha már egyszerű összeg, amitől már ő meg is van, vagy boldog lenne? Én azért magasabbra kalibráltam. Én is azt hittem, hogy többet ír. Nem mindegy. Mindenesetre Danny bemondta a százat. Uh-huh. Ő úgy azt nézte ki Zsuzsiból. Nyárát belterületén fotózás, úgyhogy a Yard készíti ráadásul, mindenki figyeljen. Az M3-ason, a 102-esnél is mérnek a hídról Miskolc felé. Mi van ma? Be vagyunk kerítve? Uh-huh. Kérdezi egy hallgató. Az M3-ason lavina hadművelet van. Állnak nagyon sok helyen, úgyhogy aki arra jár, az tényleg tartsa be a sebességkorlátozást, mert rengeteg trafi van. Így 3 vagy 4 trafi van az M3-ason. Begyorsultak, eddig ugye a Gletscher akció volt, most a lavina van újra. Igen. Gyerekek, hány ember álmodozik arról, hogy tudná kirúgatni magát, még mindig özöllenek az SMS-ek? Még mindig. Leharkítom ezt. Picit, mert még mindig agyalnak rajta, hogy 10 vagy 100. mindig megy a fejtegetés. M6-osan a 41-es kilométernél a felüljáróról mérik a Budapest felé száguldókat, Azima küldte ezt nekünk. Valaki ugyanezt írja, csak a 43-as kilométerről, minden esetre ott vannak. És a Bajai lejárónál az alagutakat műszaki hiba miatt lezárták az M6-oson. Fél órája torlódik a sor. Már 4-en vagyunk. Spike-i küldte nekünk. Igen, hát az M6-os nem bonyolít túl nagy forgalmat. Ez nagyon tetszik. Már 4-en vagyunk. Spike-i kitartás. Trafi a 44-es úton, méghozzá 88-as kilométernél. Ezt pedig István küldte nekünk. Hajdina úr, várlak, vezes. Hajdina úr. Igen. Várlak, vezes. Srácok, a webshopból, aki rendelt, az megkapja a csomagot, mert láttam, hogy megszűnt a webshop. No. Megszűnt a webshop, ez azt jelenti, hogy volt? Hát volt. Igen, arra volt. Emlékszem, hogy volt, ezt a megszűnést nem tudtuk. Gyerekek, valaki beszéljen a szoftverkész fejlesztőnkkel, hogy mit csinál. Aki beszélje azt a nyelvet, amit ő. Elindított egy webshopot. Uh-huh. Mire keresi magát? És nem vissza. Ezek, ezek ugye nem Morning Show-s a klasszos ajándékcsomagok, amiket mi kapunk, hanem ezek külön legyártottak. Uh-huh. Nem is szól. Félek, valaki föltörte a holnapunkat, elindított egy webshopot, hülyére kereste magát, majd leszette. Félek, hogy azért szűnt meg, mert nem kereste magát hülyére. Nem, szerintem csak valami változtatás van éppen. Hm. Mi van? Ezt most leveszem, ezt most fölteszem, ezt most kikapcsolom, ezt most bekapcsolom, ma is dolgoztam valami. Ezt nagyon viszik, ezt nem viszik. A srácok még mindig nem vették észre, föltörtem az oldalukat, üzemeltetek egy webshopot, hát akkor ezt a két bögrét még eladom. 3 Balázsos baseball sapka, 4 Feris baseball ütő. A bombasztikus tervek embere. Gyerekek, hát az jó. Kóváljunk már fel a saját honlapunkra, hogy mióta üzemel a webshop. Olyan sokat ti se vagytok fönn. Nem, láttuk, de a mi hallgatóinkat nem lehet megvezetni. Ők írják nekünk, hogy működik a webshop, megnézzük, hogy mi a helyzet, jó? Elérjük a mi webmesterünket. Na, gyerekek, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Gábor. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember.
az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Vigyázat, hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Mr. Puliszka, Gábor, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, szervusztok. Mr. Hajdina, Mr. Zapkása. Figyelj, tegnap zabot ettem, láttad volna azokat a megvető pillantásokat. Nem tudod elképzelni, hogy hogy, de hogy, hogy ette? Hát nem nézett ki túl jól, hogy ez a zabkása, ez nem egy túl gusztusos étel. Mindennapi betevő falatunk a zab. Na jó. Balázs, mint ha hájjal kenegetnél. Olvassátok el, mennyi minden van. Mert figyelj, ha láttál már undort az arcokon, ahogy az én kis tányéromban ez a zabkása ott csücsült, de... Utána olyan energiám volt egész nap, hogy... Hogy aludtál egy jó délután. Igen. Gyerekek, egy hete nem ettem húst. Még nem kiabálom el, hogy ez most végleges letérése, vagy nem. Két megással ülök. Nem. Jézus. Én nem azt mondom, hogy egy jó steak mellé még nem heveredek le, de egy hete, tegnap gabonapárizsit ettem. És csináltam hozzá diókrémet. Itt tartok. Ez fantasztikus. Na. Fejből tudom a diókrém receptjét. Akarod, most elmondom. Fejből. Mondjad a hallgatókra. Mivel mi nem tudjuk, ezért igazából könnyű minket megvezetni. Dió. Fogsz 2 deciliter diót egy pohárba. Aha. Beleöntöd a turmixgépbe. Raksz bele 5 kanál sörélesztő pejhet. Raksz bele 1 kalifornia paprikát. Uh-huh. 2 vagy 3 kanál nem túl púpozott olyan ételízesítőt, amiben nincs nátriumglutamát. Uh-huh. Egy pici vizet. Összekevered. És kész van a csodálatos diókrém. Uh-huh. Tegnap ezzel kápráztattam el a családot. Ha némi... kicsit többen a vitamin, akkor vitaminkrém. Egy kis hagyma, egy kis fokhagyma. Ettek is belőle? Nagyon ízlett nekik, és aha, kaptak egy kis gabonapárizsot. Úgy ette a gyerek, mint a cukrot. Na most, ha még egyszer a pénteki receptnél bármibe belekötsz, azután, hogy te sörélesztőt... Nem tudom, észrevetted, de hetek óta... Nem. Sörélesztőt használsz, sörélesztő érted, vagy pehet. Sörélesztő pehet. Csak irigy vagy Feri, mert te soha nem szoktál a turmixgépbe főzni. Ez is igaz, olyan, és a sört is másként használom. Olyan diókrémet csináltam, gyerekek, ilyen. Ma füstölt tofu krémet csinálok. Ez van. Mit szólsz, Gábor? Büszke vagy nem? Hát én most, nem is jutok szóhoz. Ugye, van szintén, nálam ez most Gábor, egy olyan komoly információs munka, amit itt hallok, hogy egyszerűen én azt hiszem, hogy, ez egy teljes siker. Azért nem mondtam még a húsevés, mert egy hét az még azért túl. Nem. Lesérült az ellen. Egy rossz. Kétszer után feladta a döntőszer. Egy csúnya húzódás. Csúnya húzódás miatt tudtam csak megnyerni egyébként, úgyhogy nincs köze, de valahogy most így nem tudom. Egyelőre így állok. Persze most a hétvégén elmegyünk, és ott azért szembe jön velem egy nagy adag szték, és megkívánom, azért na, természetesen legyőzöm. Így van. Nem lesztek vegetáriánus, de most jelen pillanatban itt tartunk. Hát ez fantasztikus. Láttad, mi van az ablakban? Képzeld el, hogy bejöttem, igen, és kérdeztem, és azt hittem, hogy Janié. Azt is eszem. Kókusz tejet láttam az ablakpárkányon. Azzal eszem az abot. Ez fantasztikus. Abban nem eszem tejet. Nem eszem más állatnak a nem tudom, mirigy váladékát. És milyen szerény is lettél más állatnak. Nem eszem mirigy váladékot, legalábbis így ebben a formában. Azzal akarom menni majd az abot. Ez mindenképpen komoly, és szerintem érezhető lesz, hogy ha nem tehintejjel csináljuk, akkor tényleg nem álmosít annyira, uh-huh, és sok mindenben és más lesz. És sokkal kókuszosabb lesz az íze. Igen. Jaj, mi újság, jó vagy? Megszoktam, hogy csak elitől kaptam ilyen dolgokat, de most már Balázs is kókusztejjel él, és zapkásával. Tudom, a hallgatók kezdét fognak szólni. Csak hogy most tényleg, mert ha én mondom, nem hiszik el, csak 2 mondat az abról. Csak 2. Hogy nem vagyok ló, mert ez de már... De 3-4-2. Jani kérdése, adja kocka cukrot. Zabos tarisznya. Na most akkor tessék. A szakértő. Mi a zab? Mit eszünk, ha zabot eszünk? Növényt. Ugyan? A baz visszafele. Egyébként az abnak tényleg sokkal jobb hatása van, mint a búzának, mert serkenti, tehát energikussá tesz, magasabb a B-vitamin tartalma. De 6-tól 7-ig láttad volna hosszban. Ma is milyen energikus. Ma nem ettem zabot még. Ténylegesen könnyebben emészthető, tehát igaz, hogy van benne valamennyi gluténfehérje, tehát aki mondjuk gluténérzékeny, az nem fogyaszthat zabot sem, de sokkal könnyebben emészthető, és olyan rostok vannak benne, pektinrostok, amik a búzában nem igazán vannak, tehát sokkal jobb a bérrendszerre is. Látjátok? Balázs tudta, hogy mit csinál. Látjátok? Én nem hát ez nagyon. Nem gurigálok, csak így időben. De tényleg? Akkor nem fröccsön, hanem pottyan.
Egyébként egy pici árpát is fogok majd javasolni hozzá, de nem szeretném kihúzni a gyufát. Ilyenkor nyáron egy picit hűtünk is árpával, mert az ab egy picit melegíteni fog. Márhogy egy közös früstű árpa Attilával? De bárhogy hűtünk, hogy szórjak a klímába egy kis árpát, vagy hogy tudok árpa? Mitől hűt az árpa? Az árpa gyöngynek van egy olyan hatása, hogy a szervezet hőháztartását úgy befolyásolja, hogy nem lesz annyira meleged. A zab, a búza alapvetően melegítő gabona, de például az árpa az egy picit hűt. Ezért kell segíti a hőleadást. Sör. Az jó? Árpa, nem? Nagyon okos. Hát nem is csapsz erre le? Hát mi van vele? Te sem vagy. Te se vagy már, nem is mondod, de most kicsit rezignáltam. Uram, bocsáss meg neki, nem tudja, mit cselekszik. Igen. Vegás. Nem hoztad-e véletlen a egy héttel vagy két héttel ezelőtti kenyérreceptedet? Mert pont kicsit a Facebook oldalunk kicemberett, és nem tudtuk föltenni. El tudod majd küldeni? Mert azzal, amíg tartozunk a hallgatóknak, szerintem azzal a múlt heti csoda kenyérreceptjével. Mindenképpen leírom és közreadom. Igen. Gábor, ahogy te beszélsz, én elképzelem, hogy egy nyári táborban a dietetikus doktorandusz lányok berontanak így a sátradba, és mindenki szájjal akar boldogát. Tofu, Mr. Tofu, Mr. Tofu. Csak mondom, hogy írtál nekem e-mailt, hogy mindenki a múlt héti adás után kenyérsütőgépet akart vásárolni. Küld hozzám, mert én forgalmazom ezeket. De hogy... Képzeljétek el, hogy megállt az élet az országban, mert amikor beszéltünk a kenyérről, a kenyérsütőgépről, akkor sok e-mailt kaptam, hogy milyen típusút, hol, mennyiért, mikor, és most például kíváncsi lennék, hogy a kenyérsütőgépgyártók mennyire jó üzletet kötöttek a múlt héten, a műsor után. Mondtam is Balázsnak, hogy valami ilyen bizniszbe kéne vágjál, mert... Gyerekek, muszáj lesz. Kenyér sütőde gépeladó műhelyt kell nyitnom. Így van. Van egy nagyon jó elektronikai cég, keresítek a terméket, ez a Balázs és Olhuzen. Nagyon jól szólok, nagyon jó a mély nyomom, és nagyon jó a kenyérsütőm. Hihetetlen jó. Hány kenyérsütő fog állni használatlanul a háztartásokba két hét múlva is? Ahhoz kell egy kis kitartás, de ha megcsinálod, az két-három napig viszont jó. Tehát nem kell minden nap csinálni. Mm-hmm. Nem kell minden nap csinálni. Kis nem olyan jó az, hogy gyorsan fogjon, Feri? Mert Benni gluténérzékeny, és aki elég macerás, egy gluténmentes kenyereket venni, ezért sütünk ilyen gluténmentes lisztből. Gyerekek, három napig. Király. Jó, utána még. Még nem te csinálod. Nyámnyog egy szeleten. Három napig nyámnyog szegény gyerek egy szeleten. Levágsz neki egy karét, elmegy egy hétre a sarokba, és egy hétig ül a sarokba. És a kalács az olyan sűrű, mint egy biliárdgolyód. Nem hiszed el, hogy ezek a sima, pont a múlt héten beszéltünk, hogy ezek ilyen légnemű, ilyen alig tartalmaznak anyagot, megfogsz egy ilyen normális kenyérsütőben készült karácsod, és meg tudod vele ölni a szomszédot. Konkrétan nyíltörésed lesz tőle. Na, mivel készültél magában? Hát, melanomából készültem, mivel kezed, nyár van. És képzeljétek el, hogy van egy kutatási eredmény, miszerint a mediterrán típusú étrend hatására jelentősen csökkenthető a bőrrákos megbetegedések kockázata. Ez inkább megelőzésre használható, de akinek gyengébb a bőre, vagy fehér bőrű, és könnyebben, tehát veszélyeztetettebb ilyen bőrrákos megbetegedés szempontjából, van néhány jó tanács, amivel élhet, és így csökkentheti a bőrben az oxidációs folyamatokat. De hogy van az, hogy mindig csak azt mondják, hogy kend be magad, meg nem ennyi napra? Nem? Általában tehát a táplálkozás és a melanómát, az egyébként a rákot és a táplálkozással hozzák mindig sajnos összefüggésbe, de ugye a melanómánál se, nem? Igen, az érdekes az, hogy az ember abból indul ki, hogy ha a bőrével van gond, vagy a bőrét szeretné védeni, akkor mindenképpen rá kell kenni valamit. Azért, ha megnéztek egy ilyen bőrvédő krémet, akkor abban is van egy-két érdekes anyag, de mint tudjuk, a szervezetünket, a bőrünket is belülről lehet táplálni. Gondoljátok meg, hogy ha elkezdünk fogyasztani mondjuk sárgarépa levet, akkor mi fog történni a bőrünkkel? Én barnulok. Besárgul a bőr. Besárgul a bőr, igen. Hát a karotin, vagy mitől? Igen, karotin. Kész egy pohár vizet? Jobb bulát. Egy pohár kokusztejet, egy fél falat puliszkát. Köszönöm. Hozol neki. Mi van itt a stúdióban nektek, hogy mindig... Az aurám, amit harapni lehet, amiben mindig beleharapsz. Amiben mindig beleütközöm, amikor meg akarod ölel. Ide ülsz mellém, és egyszerűen az aurámtól fuldokolok. Valami mindig történik velem, amikor mellettetek. Látod? Ez az. Ez semmi más, csak az aurám. Köszönöm igen? Szépen. A sárgarépa, tényleg kókusztejet kapok? Persze. Egy pohár vízzel. Egy pohár tisztít, de csak is tisztítottat, ne csak vizet. Értem. Igen? A sárgarépa létől besárgul a bőr, de ezzel igazoljuk azt, hogy a karotin az kijut a bőrbe, egyébként a szemfehérje is besárgul, ezért tavasszal érdemes tartani egyébként a nyár előtt ugye egy sárgarépa lékúrát, de nem kell egész nyáron, mert eléggé sárgák leszünk. És van olyan néhány olyan növény, ami szintén védi a bőrt, és ezt egész nyáron is lehet használni. Ilyen például a cékla.
de nem tudom, ettetek-e már nyersen spenótot. Uh-huh. A baby spenót például salátában nagyon-nagyon az jó. Az nagyon jó. Igen. Rettenetesen jól védi a bőrt, mert ugye megszoktuk, hogy a spenótból csak főzeléket lehet készíteni, de ne felejtsük el, hogyha megfőzzük a spenótot, akkor azért károsodik, például a benne lévő zöld színanyag, a klorofil károsodik, pedig a klorofil nyersen rendkívül hasznosan a bőre nézve, de ilyen egyébként a paradicsom, a kápia, a paprika, és ha hiszitek, hanem az olívaolaj is, az olívabogyó, illetve minden színes gyümölcs, ezek között, ami segít a bőr védelmében, az az áfonya. Most kaptatok reggel cukormentes áfonya zselét. Igen, majd erről rögtön beszélünk, hogy mit hoztál. Igen. Ami szinte a legerősebbnek tűnik ilyen szempontból, az a fekete ribiszke és a fekete szeder. Ennek is a héja, illetve a magja. A fekete ribiszke magjából készítenek bizonyos gyógyszerhatóanyagokat is, amelyeket melanom ellen használnak. Érdekes, hogy az apró magvasakat sokan nem fogyasztják, mert jaj, mi lesz velem, hogyha apró magvas gyümölcsöt eszem, és a szeder, a ribiszke alapvetően apró magvas, pedig ezekben a magokban, hogyha ezeket el tudnánk rágni, ebben vannak benne azok az anyagok, amik nagyon szépen ugye felszívódva a vékony bélből a bőrbe kijutnak, és nagyon sokat tesznek azért, hogy a bőrben az oxidációt csökkentsék. Hagyományos úton kell bejutatni őket a vékony bélbe? Vagy igen. Melyiket? Mi? Mert az vékony bélből. Igen, én erre gondoltam. Ezeket elfogyasztjuk, és védik a bőrben a sejtek DNS állományát is. Egyébként a híres resveratról, mint ismeritek. Tehát a piros szőlő, vörös szőlő magban és a szőlő héjában lévő híres resveratról, és most szándékosan nem a vörösbort mondom, hanem a szőlőhéj lisztjét és a szőlőmag örleményét. Ezek elképesztően jól felszívódva a bőrben fejtik ki részben a hatásokat, mellesleg a vastagbélben, a tüdőben és az agyban is. És azok a nők, akik mondjuk nem csak krémeket használnak, vagy félnek az öregedéstől, szintén ezeket egyék, ha a bőrük állapotát meg akarják őrizni, tehát ez mind jó arra, ha valaki például nem akar ráncosodni, vagy lassítani igen. akarja a különböző folyamatokat. Na, így van, így van. Uh-huh. Tehát itt nem csak a melanómát és a különböző ehhez hasonlókat tudjuk elkerülni, hanem a bőr fiatalításában is részt vesz. Hiszen a bőrnek a feszességtételében az ilyen anyagok, mint a rutin nevű anyag, mint az különböző antioxidánsok, színanyagok, ezek mind részt vesznek. Tehát sima céklali és sárgarépali az például segít, vagy lassítja igen. például a nőknél igen. az öregedést a bőrben. És érdekes, hogy tehát nem az a megoldás, hogy most elrohanunk és veszünk 5 liter céklalevet, meg 3 liter sárgarépalevet, és akkor besárgolunk, nem tudom, egy hét alatt, hanem itt az a titok, hogy rendszeresen, tehát hetente 3-szor, ha valaki fogyaszt ilyen ételeket, nagyobb mennyiség, mondja a libiszke is, nem tudom, érik, a bodza, és hogyha hetente 3-4-szer beiktatsz az étrendedbe ilyen típusú növényeket, akkor kifejezetten a bőre nézve ez hasznos lesz. Tehát a kampányszerű használat helyett a rendszeres használatot javasolnánk, de ilyen az eper és a málna is, kifejezetten védik a bőrt is. Hát és ezek ráadásul finomak is. Tehát, hogy nem egy olyan italról, meg egy gyümölcsről van szó, amit nehéz lenne legyűrni. Céklalé finom, répalé finom. Akinek zavaró az apró mag, és mondjuk nem tud beszerezni mondjuk maglisztet, egyébként a magot meg lehet őrölni, megszállítani, megőrölni kávédarálóval is úgy fogyasztani, rettenetesen erős antioxidáns anyag lesz belőle, akkor meg lehet szűrni a ribiszke málna levet, és a szűrt levet lehet fogyasztani. És mi olyan az avokádóval? Azt sokan említik, hogy azt is ehetik például olyan nők, akik mondjuk lassítani akarják az öregedést, az is jó az avokádó? Igen, tele van igen, egy csomó mindennel, nem? Igen, megfigyelhető, hogyha valaki zsíros ételeket eszik, illetve egészséges zsíradékokat fogyaszt, mondjuk dióféléket, akkor például a fiatal lányok félnek attól, egyébként időnként jogosan, hogy pattanásos lesz a bőrük, ha túl sok magyarót vagy diófélét esznek, de hogyha mértéktartóan fogyasztjuk ezeket és sok-sok gyümölcsen, akkor védik a bőrt. Tehát a dió, a magyaró, a mandula, a napraforgó, ezek védik a bőrt. Az avokádó és a kókusz esetében sok vizet kell fogyasztani, nagyon nehezen mennek le. Igen. Múltkor is megettem egy avokádót. Csak a feleségem mentett meg a fulladástól. Azért egy jó fokhagymás avokádókrém, az fantasztikus tud lenni pirítóssal. Egyébként ezek is védik a bőrt, de a kókuszolaj, az avokádó is segít, de ezek nem annyira, mint az omega-3-ban gazdag dió. Illetve hát ugye a húsfélek közül a hal, az, amiről kimutatták, hogy védheti a bőrt. Tehát mondjuk a disznózsír meg a szalonna, az kifejezetten nem. Egy-két SMS, kedves Gábor és fiúk, most éppen 4 emberről biztosan tudok, aki részben hatásodra Gábor, másrészt az ajánlott Kína tanulmány hatására átértek a vegán táplálkozásra. Köszönjük a munkádat, nagyon jól érezzük magunkat. Megtisztelő, köszönjük. Meg az a Kína tanulmány, erről beszéltünk meg, majd még fogunk is, ez megdöbbentő. Igen, ott az ember picit megijad. Egyébként soha nem ittem répalevet, mégis sárga vagyok. Chen Li.
Jani már vega, Feri elkezdett futni, Balázs pedig elkezdett vegásodni. Ez már igencsak a B oldal. Bizony, itt a vég. Írja valaki. Kenyérsütőket gyártok. Ezt az SMS-t is diktálom, mert nincs időm írni. Úristen, Feri fut, fogyózik, Balázs vega, nem akarok ilyen világban élni. Ezt Kriszt küldte nekünk. Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, és miért nem mondják? Miért csak azt mondják, hogy kend be magad? Tehát a táplálkozás, meg a különböző rákkal kapcsolatos betegségeket még mindig a legritkábban hozzák össze. Igen. Nem, ahogy az állati fehérjéket és a rákot, vastagbérák, vékonybérák, azt se hozzák nagyon össze. Miért? Igen. Egyszerűen nem tudom, valahogy bevett szokás az, hogy én is, hogy rámentem a különböző internetes portálokra, azt láttam, hogy szakembereket kérdeztek, hogy bőrrákomban mit tegyek, és a szakember azt mondja, hogy nincs semmilyen összefüggés az étrend és a bőr kapcsolatot a bőr állapota között, és mégis van. Tehát ez egyszerűen igazolható, hogy van. A gyümölcsök és zöldségfélék, a brokkoli, az olívabogyó, ezek mind kihatnak, de hogyha józan logikával belegondolunk, nézzétek, a bőrszövetünk alatt van a vérünk jelentős része, hát ugye a vérünk piros pozsgás, hogyha mozgunk pláne, és ugye a babáknál a vérnek közel 50%, a felnőtteknél a jól mondom, a 30% mennyiség a bőrszövet alatti régióban van. És amikor eszünk, akkor fölszívódás után a bőrszövet alatti bőrbe, illetve a bőrszövet alatti vérkeringésbe, illetve nyirokkeringésbe is bekerülnek ezek a tápanyagok, és táplálják a bőrt. Az a gond, hogy mivel az emberek egy része mondjuk túlsúlyos, ezért zsírszövet van a bőr alatt. És a zsírszövetnek a keringése nem igazán jó, ezért ha valaki mondjuk zsírpárnákkal rendelkezik, akkor ott arra számíthatunk, hogy ezek az étrendből fölvett anyagok sajnos nehezebbe jutnak ki a bőrben. Sőt, a lipid oxidáció, a zsíroxidáció nagyobb mérvű. Mégis az emberek azt mondják, hogy aki egy picit párnásabb, annak a bőre feszesebb, és ez egy ilyen berögzült szokás azt mondani, hogy aki sovány, annak biztos ilyen pegyhűt lesz a bőre, aki meg túlsúlyos, annak feszes lesz a bőre, de valóság az, hogy a zsíroxidáció miatt a bőrön nem segítünk. A sport, a megfelelő táplálkozás és hát például a masszázs, a szauna. Ugye amikor a szauna után jó hideg vízbe megmártózol, akkor létrejön a bőrszív, ugye a bőrszív, amikor ugye a bőr összehúzódik, kitágul és összehúzódik, és ennek hatására egy fantasztikus vérkeringés, egy immunerősítés, egy vérkeringés javulás jön létre a bőrben. Például a bőrrák megelőzésében ez is segít az ilyen típusú. Kérdezi valaki, a sárga barack magban lévő mag. Ugye ez már kapni ebből olajat. Igen, a magbelső. A magbelső, ugye, hogy az mennyire egészséges vagy jó. Ezt is összehozzák egyébként a B17-tel talán, ugye, igen, a rák megelőzésnél. Hát igen, a szakma vitatkozik, és igyekeznek rosszat mondani erről a kérdésről, hiszen cianidok vannak benne. De a cianidok kis mennyiségben ugye kellenek bizonyos B-vitaminokhoz, nagyobb mennyiségben mérkezők lehetnek, óvatosan bánunk ezzel a kérdéssel. Hát ez valahogy érdekes, hogy gyerekkorunkban állandóan ettük ezeket. Megvártuk, amíg megszáradnak a palackok, köszöntöttük és megettük a vesét. Hát annyira nem pusztultunk bele. Én mindig kiköptem. Mondjuk városi vagyok, én nem ettem barackmagot. A belsejét, a barackmagot, föltöröd a magot, és belül van egy puha, és az isteni. Sose ettem meg. Isteni. Hát, ha csak szopogattam, anyám úgy fejbevágott, hogy köpjem ki, hogy nem volt időm eljutni. Balázs, vannak még utáblatok. Apám rám vett egy klumpával egy akkorát. Köp ki, hülye gyerek, köp ki. Nem érted, megfulladt. Rágót se nyeld le, összeragadtak a belei. Hülye vagy, köp már ki. Én emlékezem, nagymamám, amikor nem volt elég dió vagy mandula, akkor feltörtük ott, ugye, otthon a... Egy szomszéd családnak a kamrája. Feltörtétek a nagy vitrinyét, és elloptátok a spórolt. Elvetétek a nyugdíját. És azt kerültek, mert az ösütemények. Igen, és nem volt vele igazából bajunk. Szóval, hogy nem rossz. Nem rossz, de azért ugye főszabályként azt mondjuk, hogy a lenmag olaj, kifejezetten bőrvédő. Egyébként lovaknak adnak lenmag pelletet, amit kisajtolt lenmagot, és fényesebb lesz tőle a szőrük például. Tehát a kisállatkáknál kifejezetten megfigyelték, hogy a táplálkozás befolyásolja az állat kültakarójának a minőségét. Uh-huh. Érdekes, hogy csak az embernél nem. Fura, nem hozzuk az összefüggéseket, vagy nem hozzák összefüggésbe. Igen, ez egyébként tényleg érdekes. Részben erről szól a Kína tanulmány is, ugye, hogy még hány orvos tartja fent a státuszkót, úgyhogy nem mondja azt, hogy a táplálkozás és a rák között szoros összefüggés. Igen. Van. Nagyon érdekes kis könyvecske. Az a helyzet, hogy amíg 100 emberben mondjuk 90-nél nem tapasztalják a gyógyulást, addig azt mondjuk, hogy hát kérem szépen, akkor itt nincs egyértelmű összefüggés. Tehát hány embernek kell meghalnia addig, amíg azt mondjuk, hogy van összefüggés bizonyos ételek, bizonyos szokások és a halálozás között. Statisztika. Igen. Anna írt egy nagyon érdekeset, azt olvasta, hogy a nőknél a készfeje manapság több a melanóma. És megfejtették, hogy a műköröm miatt lehet ez, ugyanis a nők a kezüket épített műköröm miatt ugye UV lámpa alá kell betenni a körmösnél. Attól szilárdul meg a műköröm,
És hát ezt nem biztos, hogy a melanoma az annyira szereti. Vagy hát az anya egy, amiből aztán később melanoma lesz. Jó, és hogy nagyon sok nőnek a kézfején indul el a melanoma pont emiatt, mert állandóan UV-fény alatt van. Ez érdekes. És ugyanez lehet igaz azokra is, akik rendszeresen járnak white partikra. Hiszen ott is rengeteg UV-fény van. Hát igen. Van a manapság. Biztos. Érdekes összefüggéseket találtok. Igen, mindenképpen a műköröm, de mennyire tipikus a műköröm, mondjuk általában? Nálam csak ünneplapokon. Nem érdekes, hogy ugye ez a nőknél a kézfej melanoma, akár ez is lehet az oka egyébként az UV-lámban. Mindenképpen, de itt az UV-fényre kell ugye a hangsúlyt helyezni, és ugye itt a klímaváltozással összefüggésben mondják, hogy az UV-fény erősödik, és figyelni kell erre. Ami érdekes, hogy nem mindig egyértelmű az, hogy aki többet van napon, az lesz kifejezetten melanómás, bőrrákos, hanem úgy tűnik, hogy az elfogyasztott táplálék kikerül a bőrszövet alá, és aztán mész a napra. Tulajdonképpen megvilágítod magad, és a nap rásüt a bőrödre, és a bőrben lévő különböző anyagokkal reakcióba lép. Lényegében keresztreakcióról van szó, és ezért van az, hogy az egészségesebben táplálkozó mediterrán vidékeken, ahol azért valljuk meg elég komoly napsütés van, erősebb, mint nálunk. Mégis sokkal kevesebb a melanomás probléma. Meg, hát Afrikában tudom, hogy ott sötétebb bőrű emberek is vannak, de alapvetően az összefüggés nem annyi. Milyen tájékozott vagy. Köszönöm kedvességet. De hogy ott is kevesebb. Igen, igen. Jó, hát ez érdekes. Szerepet játszanak nyilván a gének, hogy ezt el kell mondani, de az antioxidánsok, és nem csak a C-vitamin. Tudom, hogy itt azt hiszem volt szó a C-vitaminról, meg egyebekről, mi alatt nem voltam itt. Igen, szamizdat módon. Itt volt egy trombegyorló. Komoly dolgokat csináltatok, úgy kémény jelentették. Balázs hátba döfendel árul. Mi jelesznék csinálni? Hát amíg nem voltam, itt valami vitaminokról beszéltetek, és ez kémény jelesztélyek. Ez a rosszul esetekével, de ő volt a figyelj, tudod, hogy több kapor játszom. Tudod, hogy több kapor játszom, mikor nem vagy itt, azonnal beírtuk a lenkeit. Gyerekek, én akarom ezt a beszélgetést. Én bírom őt, és nem mondott egyébként. Neki járult a vajon be? Hát ott nincsen telefon sem, ahol a Gáborék voltak. Valaki küldött egy hollót, vagy egy galambot. Kaptam egy csomó e-mailt, hogy figyelj, Gábor, itt a háttérben. Várjátok egy kicsit, postát kaptam. A lenkeiben voltam, Ornicsőt. Balázs! Ez szemét árulom. És én még mutatom neked puliszkát. Szóval az E-vitamin és az A-vitamin. Erről is beszélünk a vitaminokról. Nem csak a C-vitamin, hanem az E és az A-vitamin. Tehát igazából a zsírodható vitaminok, ne felejtsétek el, hogy a bőr az zsíradékban gazdag. Oké. Gáborom, mit reggeliztél ma? Hát ma őszintén szólva kendermagos turmixot ittam. Most megint úgy oda bújni. Most ilyenkor kendermagos turmixot. Most ilyenkor oda akarok bújni hozzád és megpusztíni téged. A kutyafállat, miért vagy ilyen jó fej? Kendermagos turmixot iszol és nekünk mogyorok rémeszer. Meg akarlak ölelni a kutyafádat. Hát mindjárt oda bújok. És nekünk meg ilyen látványkajákat hozol. Igen. Ne vettetek. Szóval fekete viszke, maglisztel kevertem. Ez valami névdalszövege? Ez valami nagyon kemény. Tekintettel voltam arra, hogy a bőrszövetet ellássam különböző antioxidánsokkal és bőrvédő anyagokkal, és egy kis piros szőlő maglisztet is tettem hozzá. Hú, de bátor! Kezdesz elkanászodni. Nektek viszont hoztam cukormentes áfonya lekvárt, ez volt a házi magyarok rémen. Na, de figyeltem rátok is. Én megettem. Kiszúrod a szemünket ezzel, mikor van Lemmag Turmix, de tényleg. Én elfogyasztottam. Már. Jani még úgy látom alibizik. Nem, hazavissza megmutatni a gyereknek, hogy emberek csak megmaradjon, akik is élnek, úgyhogy becsüljem azt, amit kap. Gábor, egy hét múlva mi nem vagyunk, jó? Sajnálom. De azért gyerembe. De gyerem, gondolod. Nem gyerem. Sajnos két hét múlva én nem leszek. Hova mész te? Te betyár. Augusztus utolsó hetében elutazom egy kis fürdőhelyre, és ott leszek. Ó, milyen fürdőhelyre? Belföld, külföld? Még keressük, valószínűleg belföld lesz, igen. Nyaralsz egy picit? Igen, kirúg számból? Hatalmas berúgások, iszonyatos bográcspartik és óriási fejempörgés? Nem, ilyesmi nem lesz. Last minute, az Olaszország, nem? Tényleg, milyen vagy, amikor bulizol? Mit csinálsz? Meg azt mondta, hogy na, ma este kirúgunk a hámból. Még egy adag puliszka? Hogy mit csinálsz? Szeretek zenét hallgatni, és rendelek még egy görög salátát. Sok olajbogyóval? De legalább lassúzol a diszkóba? Hát, nem szoktam. Kutyafel, egyszer kell szoktam hallgatni, és beszélgetek a barátaimmal, akikkel együtt. Egy jó Lemmag Turmixot is rákérdeznek, keverve vagy felrázva. Tudom, mi a megoldás, vigyük ki a szigetre, és dzsináztassuk be. Hogy élvezni? Egyébként időnként a szénsavmentes ásványvizet fölváltom szénsavasra, és így szoktam a limonádét kérni. Ne! Hát azért hát a pesgő érzés. Hát nem akarok egy ilyen világban élni, ahol te szénsavval iszod a limonádét. Elnézést, ezt most gyerekek is hallották.
Jól van. Akkor viszont 3 hét múlva. Jó? Így van. Uh-huh. Köszönöm szépen. 3 hét múlva, Gábor, drága vagy. Imádunk. Ja, és kotonokat fújok fel orral. Köszönjük szépen, hogy megvoltam. Engedd el. Ne törődj bele, barátom. Ne törődj bele. Nem kell az ilyen megjegyzéseket neked meghallani. 3-4-9 lesz pontosan. 4 perc múlva jövünk a hármas ugrással a hírek után. 10 perc múlva pontosan 9 óra. Hello mindenkinek. M1-es 166-os kilométerénél Hegyesharom felé 3 ember a leállósávon sétál forgalommal szemben. Mindenki figyeljem. Ez mindig annyira érdekel, ez a honnan, hova, nem? Hát látsz, hogy a leálló sávon előtted, utánad 30 kilométer semmi, és ezek úgy mennek. Úgy valahova. Zabot ettek, azt ennyi. Az... ez vár rád is, ott fog sétálni. Ott fog sétálni valamikor, majd szedjetek össze. Északi szektorában. Azt gondolják, hogy valami designer drogot ettem, és mondjuk, nem, nyugi, csak Zabot, nem, egy csak hete Zabon. Csak megyek. Nem tudok megállni, nem tudok megállni. Hegyes halom. Jaj, gyerekek, persze, jó, láttam én, amit láttam, úgyhogy nem kell itt a duma. Nyomjátok itt a izét, a szöveget, meg szegény kis Gáboromat itt megmarjátok, az vége a megszólásnak, az megy ki mindenki az őrleményeit olvasgatni. Ugye? Én nem. Láttam, amit csak láttam. Mondom. Jani is, árgus szemek, ez milyen őrlemény, azért elolvasom, nem is annyira rossz, igen. Itt meg aztán megy a vérszíves. Ez viszont eladójár. Hát ez kicsit drága, mennyit tudsz engedni a feléből, igen. Nem, én csak vigasztam. Nem, a melanom miatt ez most így különösen érdekelt engem, mert rengeteg anyanyag van rajtam, és akkor ezeket így próbálok meg odafigyelgetni. Úgyhogy szerintem ez jó tud lenni. Nagyon ez a... Bár Feri azt mondja, hogy ez a világon nincsen ennyi fekete ribiszkén. Szerintem nem lehet. Figyeljetek, hát egy ilyen kiló fekete, tudod, te mekkora fekete ribiszkének a magja? Uh-huh. Picsike. Én láttam már, hogy görgették ketten. Picsike. Hát figyelj, abból mire ezt össze... Szerintem van. De van nagyon sok egyébként. Uh-huh. De tényleg szép. A híres fekete ribiszke ültetvényekről? Igen. Majd már egyet mutass, jó? Honnan? Van, nem, vannak csak magültetvények. Azért nem látod a ribizit, mert csak a magja van ott. Olyan pici, nem látod. De hülye vagyok, hát. Én meg a gyümölcsöt kerestem. Azt a neki. Veled mi történt? De tényleg, mi történt? Hogy gyerekek, a Kína tanulmány. A Kína tanulmány. Megtette a kellő hatását. Egyébként tényleg olvasd el, megdöbbentő. Röviden elmondom, hogy miről szól, két mondatban. Nem veszek Kínába semmit. Nem is, igen, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy csináltak egy átfogó orvosi vizsgálatot, és Kínában csinálták, és megnézték, hogy a különböző tartományokban a táplálkozási szokásokhoz képest milyen típusú rákos betegségek alakulnak ki. Kevesebb húsfogyasztás, több húsfogyasztás, milyen növény, mennyi hús. Ugye Kína nagyon nagy ország. Több millió embert vontak bele ebbe a vizsgálatba, se előtte, se utána nem történt ennyire reprezentatív kutatás, ahol több millió ember részvételével tudtak megállapítani bizonyos táplálkozási és rákkal kapcsolatos összefüggéseket. És megállapították bizonyos állati eledelekről, fehérjékről, átételekről, hogy akik fogyasztják, ott mennyi a rákos, milyen típusú rák, ahol más fogyasztanak, ott milyen típusú rák, ahol nem fogyasztanak állati fehérjét, ott mi nem alakul ki, hogy tudják megelőzni. Tehát egy nagyon szoros összefüggés van a táplálkozás és a rák kialakulása között. Szól arról a könyv, hogy ez bizonyos lobbik miért akarják ezt ugye titokban tartani, mit csinál a tejlobbi, mit csinál a húslobbi, nagyon érdekes az egész. És a zöldséglobbi mit csinál? A zöldséglobbi tulajdonképpen nagyon semmit, mert nincs benne akkora pénz, viszont a tejipar például Amerikában már a gyerekeken elkezdi az iskolában sok-sok dollármillió beleölésével, hogy a tej egészséges, egyél tejet gyerekként, egyél tejet felnőttként, és ugye a státuszkot tartják fönn, miszerint ugye a tej még mindig egészséges. Bebizonyosodott, hogy rohadtul nem egészséges. Megnézték, hogy kik azok, akik tejet fogyasztanak, mennyi tejet isznak, miért alakul ki ott több vastagbérák, vékonybérák, akik nem isznak tejet, kimutathatóan sokkal kevesebb. Ennél sokkal cizelláltabb nyilván, mert ez így nem lenne reprezentatív, hogy elmondom, és ezt egy nemzetközi orvoskutatócsoport csinálta meg. Aha. És ezt ők utána publikálták, hát aztán nyilván különböző érdekkörök ezzel ellen persze felszólalták, és azt mondták, hogy nincs összefüggés a táplálkozás és a rák között, és ott Amerikában például írja, hogy a húslobbi még mindig azt mondja, hogy egy-egy gyorsétteremben egy-egy sok hús, mert a hús az mennyire jó és mennyire egészséges, és minél több hús. Megvizsgálták az amerikai lakosságot, hogy néznek ki, milyen állapot vannak, miért van annyi cukorbeteg, az mivel függ össze. Tehát nagyon-nagyon nagy átfogó tanulmány. 300 oldal a könyv, tehát megfogod, és így nincs kedved elkezdeni, de egyszer rászánod magad, akkor viszont pillanatok alatt. De egyetemen ez még nem oktatóanyag. Hát ez már de hát ezt már nagyon sok orvos használja, nyilván meg nagyon sok orvos erre valójában rájött, de legalább ugyanannyi orvosnak bizonyos
dolgok miatt érdeke fenntartani. Az egyrészt nem akar a szemléletén változtatni, kettő így tanult a három, hát azért az tudjuk, hogy akik publikálnak például ilyen különböző orgánumokban, azok hogy publikálnak, mennyit kapnak, ezért sokszor nem minden esetben. Érdekes a könyv. De mit tanácsol egyébként, hogy mennyiségi szempontokat, minőségi szempontokat vegyél figyelembe, vagy pedig, hogy legyél vega? Ő azt mondta, hogy minél kevesebb állati fehérje. A koleszterint elmondja, hogy az ugye csak az állati fehérjében van, hogy a növényi fehérjében nincs, milyen növényekkel tudsz rengeteg fehérjét fölvenni. Ő azt mondja, vagy ez az orvoscsoport egyébként egyértelműen azt mondja, hogy minél kevesebb állati fehérje lehet enni, nincs azzal gond, de visszaszorítva minél kevesebb állati fehérje, és bebizonyítják hosszú kísérleteken keresztül, reprezentatív számokkal, térképekkel. Nagyon érdekes az egész könyv, baromi összefüggő, baromi nehéz olvasmány, de elolvasod, és azt mondta, hogy hát azért ebben lehet valami, ráadásul mondom, több millió emberen végezték ezt el. Azóta se készült ekkora ilyen hatalmas... Megnézzük, hát mondjuk az az oka egyébként, hogy ugye a húsevőkben kialakul a mondjuk a rákos megbetegedés, mert ők ugye életben maradnak, tehát hogy ők ugye jól laknak és sokáig tudnak enni. De például a koleszterin mondja, hogy hány növény csökkenti a koleszterint, hogy azon népcsoportok, ahol rengeteg olyan típusú növényt esznek, zöldséget esznek, ott például nincs ilyen, hogy koleszterin. Ha nincs koleszterin, nincs szívbetegség. Ha nincs szívbetegség, nem keletkezik sokszor, nem keletkeznek az érfalakon ezek az úgynevezett plakkok, lerakódások, amik szintén attól keletkeznek, hogy sok állati fehérje van, és ezeket orvosok írják, tehát nem egy újságíró ment ennek utána, milyen növényeket tudod leszorítani a koleszterint. Mit kéne csak ahhoz szednie mindenféle koleszterin csökkentő mellett, ami neked az orvos nem mond, csak a kezedben nyomja, itt van, szedjék koleszterin csökkentő. Mert egyszerű, hogy az orvos miért mondja azt, hogy te szedd azt a koleszterin csökkentőt, amiről egyébként beszélt itt a Lenke, és kik állapítják meg ezeket az értékeket. Miért annyi az érték? Szóval nagyon ezt elolvasod, és azért azt gondolod, hogy úristen, mekkora. Milliárdos üzletág, a húsfogyasztás is, a tejfogyasztás is, hát teljesen egyértelmű, hogy érdekükben áll ezt fenntartani, egyél sok tejet, egyél sok húst, hát ez senki nem mondja azt, hogy ne, mert akkor ez az iparág, ez bedől le. És nagyon sok, és batyút. Igen, és nagyon sok pénzt költenek el arra, hogy meggyőzzék a lakosságot. Nézzek Amerikát. Elhízottak, túlsúlyosak, cukorbetegek. Én azért nem szeretem az Amerikát. De nagyon egyoldalúan táplálkoznak. Gyors éttermek, cukros beszélek, dolgok, igen. Állati fehérjék, hát rengeteg, és néznek, az egészségbiztosítás romokban hever, nem bírnak ennyit kifizetni. Szenny és mocsok, amit ők esznek, tehát az azért nem jó. Ez abszolút szenny és mocsok, tényleg. Az amerikai eszik, hallom, de mind. De mind az összes. Hát ez szerintem érdemes, aki egyszer tud, egy ilyet elolvas, és kicsit átgondol, legalább jogod van tudni. Aztán utána az ember még mindig dönthet, hogy hogy és mit eszik. Tehát én sem leszek vegetáriánus, mert tényleg nem. Te nekem ne kamuzzálok egy hete. De nem, nem leszek. Nem, csak most úgy nem. Gabona parizert eszik, és szamiszta titokban érteni. Jó, te futsz. Dió. Ez már nem az a világ, ahol mi elkezdtünk rádiózni. Te futsz, én egy hete nem ettem húst, érted? Ez már nem az a világ. Kína tanulmány, ez a könyv címe. Ennyire egyszerű. Érdemes elolvasni, tényleg. Jó, a hármas ugrás játszunk, a játékosunk már itt is van. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Sziasztok, Andi vagyok. Andi. Szia. Hello. Úgy kell, Andi vagyok, vegás és futok. Igen. És imádom a gabona kolbászt. Hát majdnem. Honnan hívsz minket, Anni? Miskolcra. És ki van ott melletted? Hát egy kis csapat. Na, de kik ők? Vagy gyerekek, felnőttek? Kollégák, felnőttek. Mit dolgozol? Hát számlázunk. Uh-huh. De hogy legálisan? És miért számláztok? Igen, legálisan, de legális. Többet nem szeretnék elárulni, uh-huh, hogyha nem muszáj. De titokzatos. De miért kirúgnak, vagy milyen? Hát nem próbálnám ki. Mondjuk a számlázás az egy elég széles merítés. Becsit, maradjon köztünk. Igen. Na jó, hát figyelj, akkor nem kérdezek téged. Kik vannak ott körülötted? Hát fiúk, lányok, vegyesen kollégák. Fiúk, jó, milyenek a kérdések elé? Szerintem vihető. Milyen? Vihető, a tegnapiak nehezebbek voltak. Hát, akkor reméljük, nem mi fog. Meg sokan vagytok, tehát nagy számok törvénye alapján biztos, hogy valaki tudni fogja. Na nézzük. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóján. Ki nyerte el a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Good Will Hunting című film szereplői közül? Robin Williams. Így van. Nagyon jó film.
fúj a szél nagyon arra felétek? Vagy csak te fújtatsz meg, mert ha nem, akkor megtennéd, hogy egy centivel arrébb teszed a telefont a szádtól. Igen, igen. Mert jó. Tudom, hogy izgulsz, csak szegény többi hallgató meg megőrül. Vagy a kollégák álljanak hátrébb. Oké. Okay. Mehetünk tovább. Igen, Márti. Így szól a második kérdés, Erikát Egerpadért. Melyik országgal közös határfolyónk a Dráva? Dráva melyik országgal határos? Ugyanezt kérdeztük mi is. Így van, nagyon jól értelmezted a kérdést. Na? Fiúk, lányok, kollégák. Senki? Súgjatok. Mondjatok valamit. Lengyelország. Ja. Szlovénia. Ajjajjajjaj, nem. Beres, nem, Horvátország. Horvátország bizony. Ajjaj. Mindegy. Senki nem volt ott, aki okos. Hát mi van veletek? Leblokkoltunk. Le, egy picit le, igen, Andi. És Andi és a többiek. Milyen jó név, Andi és a többiek. Andi és ez a többiek. Itt a zenekar név. Kicsit alterok. Andi és a többiek. Andi és a többiek. Csak, és ez csak így, és csak így. De nagyon jó. Andi és a többiek, milyen jó zenekar név. A többiek. Nem, Andi és a többiek. Andi és a brancs. Nem, az már ilyen túllaza. Andi és a többiek, nem jó? Mhm. Uh-huh. Egy ilyen zenélünk, mint a grunge zenekar, egy ilyen underground. Kicsit, igen, underground. Undergroundos, igen. Andi, nincsen sajnos ajándékcsomag. Gyengébe kedvéért mondom, hogy boom sincs, ne írjatok felháborodott angvértől SMS-t, mert hogy nem a harmadik kérdésnél buktak el, Andiék, csak a másodiknál, ott viszont nincs boom. Hát, köszönjük. Elkeseredtél picit. Hát, egy picit. Ne, legyél. Ne, szontyolodj. Néhány év is talán újra játszunk. Köszi a játékot, sziasztok! Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hoppá! Úgy reménykedett még valamiben, azt hallottam, hogy talán igen, adunk. Igen, vagy... hogy azt mondjuk, hogy mégiscsak a tiéd az ajándékcsomag, mert a szimpatikus. Nem. Na jó, de... mégiscsak Szlovénia. Igen, nem. Sajnos nem tudtuk ezt megtenni. 9 óra múlt 1 perccel. Jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Friss közlekedés hírekkel Csepelen a Gubacsi híd után az Adi mérnek jobbágyék. Ez Tom küldte nekünk. Jobbágyék? A rendőrök mondjuk így, nem? Az azért a szebb. M7-es, 97-es, 98-as kilométerén a Pest felé vezető oldalon a szakadó eső ellenére is fényképeznek a bokorból. Üzeni nekünk Krista, aztán mérik a Sopronból kifelé haladókat az Aldinál. Igen, bokorból hátulról fotózás, M7-es 98-as, ezt is elküldte valaki újra, ezt mondtam, köszönjük szépen. Gyors forgalmin már jól lehet haladni, az jó, nem tudjuk, hogy mi volt a gáz. M1-es 166-os kilométerénél Hegyeshalom felé még mindig sétál három ember a leállósában a forgalommal szemben, figyeljünk. 55-ös út Bajáról Szeged felé a 96-os kilométer után van egy trafi. Jászkári küldte nekünk valami Nyárád belterületén fotózás, a fotót a Yard készíti. Ezt Kovi küldte nekünk. Na, nem forgat. Nézem a számát, nem tudom, ez nem a Kovi száma. Nem. Másik Kovi. Ez egy másik Kovi. Nem nagyon forgat már, hogy forgat? Á, nem, mert azt mondom, múltkor nyilatkozott, hogy ugye bedőlt neki a piac abból a szempontból, hogy már nem veszik az emberek a DVD-t, videókazettát, mert hogy ott az internet, és oda meg nem érdemes dolgozni. Hát illetve oda csinálgat kis filmeket, igen? Nem? Nem tudom. Hát, aki nézi, tudod, de hát mi rendes emberek sose nézünk rá ilyen oldalra. Hát most megmondom őszintén, hogy kevéssé néz, amikor még néztem ilyen filmeket, igen? Sose néztem meg, hogy ki a rendezője. Az igen, érdekel, valahogy. Ugye? Az érdekel a legkevésbé. Ne, tényleg, nem vagy kíváncsi, hogy a stáblistára. Az actionre, igen, de hogy aztán a végén ki volt a fővilágosító, hát apám, nekem teljesen mindjárt. Igen. Egyébként tényleg. Most már nem is készülnek azért nagyon filmek, hát ott van az interneten minden, tehát ez a klasszik, igen. Uh-huh. DVD-gyártás, ez nincs is, igen, amiről beszéltünk. Na, érdekes dolgok történnek Magyarországon. Állítólagosan új betörési módszerek vannak, és nagyon kell figyelni, aki mondjuk egyedül lakik otthon, vagy nem szeretné, hogy idegenek lepik el a lakását, mert hogy a csalók egyre trükkösebb módon próbálnak bejutni lakásokba, egyre trükkösebb módon próbálnak telefonokon keresztül megszerezni bizonyos adatokat. És van egy konkrét történet, amiről azért érdemes beszélni, mert szerintem rendkívül profi a dolog, hihetetlenül kidolgozott, jól csinálják,
És még az is bedőlne neki szerintem, aki nem feltétlenül idősebb, hiszékeny és mondjuk nyugdíjas, hanem mondjuk egy korunkbeli vagy egy kicsit idősebb, ha nem vagy nagyon résen, vagy ha nem vagy nagyon gyanakvó. Simán bedőlsz neki. Mit csinálnak? Következő, ami most megy Magyarországon, telefonhívással csekkolják állítólagosan az embereknél, elsősorban nyilván nyugdíjasoknál, hogy milyen az anyagi helyzete. És azt csinálják, hogy először bejelentkezik egy kedves női hang, és azt mondja, hogy a nyugdíj intézettől telefonál. Aha. Ugye, hát ez még egyébként... Nyugdíjasnál ez ugye egy elég érdekes, vagy egy olyan probléma, amit minden hónapban kezelni kell. Tehát nem fogsz gyanút. Igen. A hölgy, aki telefonál állítólagosan, az tudja az áldozatnak a nevét és a címét, az ajtószámot, ezt még ugye kaputelefonról egészen könnyen le lehet olvasni. Ahogy a telefonszámot hogy találják meg, az már egy érdekesebb dolog. Megkérdezik állítólag, hogy feltehetnek-e neki néhány kérdést, mert hogy a rászorulóknak decemberben plusz 10.000 forintot adnak. Ó, ez a varázsszó. Ez a varázsszó, ugye. Erre minden nyugdíjas azt mondja, hogy hát néhány kérdés plusz 10.000 forint, benne vagyok, tegyék fel. Jönnek a kérdések, ami innentől kezdve nagyon ravasz, hány éves, mekkora a rezsie, mennyit költ gyógyszerre, hányan laknak a lakásban, van-e megtakarítás. Aha. Ugye? Nyugdíjfolyósító intézet, azt gondolod, hogy, hogy egyébként nyugodtan válaszolod. A legutolsó kérdést állítólagosan egészen diszkréten teszik föl, ha azt mondják, hogy akarsz, válaszolsz, akarsz, nem válaszolsz, de azért megkérdezik. És mi az utolsó kérdés? Ez ahogy van-e megtakarításod. Ezt nem feltétlenül kell elmondanod. Hol tartod a pénzed? Bankban tartod-e a pénzed? Vagy éppen otthon? Mire állítólag ez a nő, aki telefonált, az áldozat állítólag ebben a történetben visszakérdezett, hogy honnan is tetszik hívni, mire a nő ingerülten megismételte, hogy a nyugdíjintézettől, majd lecsapta a telefont. És ugye a szomszéd furcsállotta ebben a történetben a szomszéd maga az áldozat, hogy szombaton is dolgoznak, rá 10 percre újra megcsörren a telefon, és a lakhelye szerinti kerületi rendőrkapitányságtól reszelős férfi hang érdeklődik, hogy hívta őt telefonon az előbb egy hölgy a nyugdíjintézettől. A történet zseniális egyébként. Mondja, hogy éppen az előbb, mire a férfi közli, hogy az a nő egy csaló, akit kőröznek, és felvilágosításért hamarosan felkeresi majd két rendőr. Aha. És ki megy két rendőr hozzá? Engedje be őket. Mert hogy szeretnék ugye ezt a nőt elkapni, és szeretnének felvilágosítást kapni a két ugye erről a telefonosról. Ráadásul már vannak tök fontos információk, mint például az, hogy hányan élnek a lakásban. Igen. Mert azért nem minden. Milyen az anyagi helyzet, és otthon tartja a pénzt. Megkérdezte az áldozat, hogy egyenruhában lesznek a rendőrök, mire a Pali, az álpali, az árrendőrfőkapitányság elmondta, hogy civilben jött a tömör válasz, és utána letették a telefont. És így jutnak el tulajdonképpen a lakásodig, és így érik el, hogy te beengedd őket. Óriási. Mennyire profi rendszer. Óriási. Nem? Hogyha nem ez lenne a végkicsengés, hogy időseket meg nem időseket kifosztanak, akkor azt mondanám, hogy zseni. Hogy zseniális. Tehát nem arról van szó, hogy... Annyira jó ki van találva. Hogy erről sokszor beszéltünk, hogy mennyire kifinomult már ez a módszer. Nem? Nem arról az, hogy becsöngetnek, kinyitod az ajtót és rátörik az ajtót, felmérnek, letapogatnak, feltérképeznek, majd jön még egy telefon, majd érkezik két árrendőr. Akit ugye, ha te kicsit is naívabb vagy, vagy hiszékeny, beengedsz a lakásodba, hogy ott további kérdéseket tehessenek föl a csaló telefonálóról. Nem billent a mérleg nyelve a néninél, vagy bácsinál, nem tudom, hogy hölgy vagy úr voltak, akit át akartak venni, hogy 10 perccel azután a rendőrség fölhív, hogy mi történik, arra mit mondanak? Nem, itt ez végül is nem engedte be őket, mert hogy végül a szomszéd, akiről ez a történet szól, felhívta a kerületi kapitányságot, az igazit, és mindkét hívásról beszámolt, és elmondták neki, hogy nagyon jól tette, hogy telefonált, mindkét hívás trükkös, ahol lakik abban az utcában, már több ilyen típusú betörés történt, több lakásban is betörtek, jellemzően így puhatolóztak, hogy mire számíthatnak. Tehát de 10 perc múlva ki fog menni hozzá majd két rendőr, és a további részleteket majd erről a rendőr ruhában, civilben, jött a rövid válasz. És állítok a kimenő hívásait is átirányították már arra a két rendőrre, aki egyébként érkezett volna. Azért hogy azért ez nagyon profi. Nagyon profi. A pszichológiája a dolognak, hogy kétszer is elnyerik a bizalmadat. Először ugye nyugdíjfolyósító intézet, beígérnek valamit, ugye kis nyugdíjasnoknál, szegényeknél nyilván a néhány 10.000 forint az rögtön, ez az a mézes madzag, erre harapnak, ráadásul kedvesek is vele, utána megint telefonál valaki, az meg azzal nyeri el a bizalmat, hogy megvédik az ilyen csalóktól, mint az előző, és akkor általában úgy szokott tenni, hogy az ember dönt. Vagy az egyik csaló, vagy a másik csaló. Igen. Vagy az egyik mellett állok, vagy a másik mellett állok. Vagy nincs, hogy mind a kettő csaló. Igen. De jól csinálják, mert az első nő kicsit direkt rád vágja a telefont, hogy elkezdjél gyanakodni.
Tehát itt az első először megszerzi a bizalmadat, majd el is játsza. Tehát ennek megvan a pszichológiája, hogy ezt hogy építik föl. Elkezdesz gyanakodni, majd jön a megnyugtató hívás, hogy jól gondoltad. Ők tényleg csalók egyébként, de majd mi jövünk és megvédünk, igen, amit te mondasz, és ott jön be a két rendőr a képbe. Ti hihetetlen okosak. Nagyon nem? Kitalálták. Igen, ki van találva. Nagyon. Hogy értelmes emberek mennek el egyszer csak rablónak? Mert ilyet azért egy klasszik ebben nem talál ez ki. Ez nem a hátsó ablakon bemászós, ajtóberugós, összekötözős, megverős. Igen, napokban most állítok be, megszaporodtak azok a bejegyzések is, hogy bizonyos külföldi ismeretlen telefonszám hívásokkal kapcsolatban érkeztek ezek, mert hogy az érintettek folyamatosan csengő telefonról számolnak be, majd ha felveszik, akkor nem szól bele senki, és ilyen plusz 38, vagy plusz, mit tudom, 382, lehet inkább plusz 38-as idegen számokról jön ez a hívás. És ha felveszed, abban a pillanatban megpróbálnak Apple ID-kat, meg Google fiók hozzáféréseket szerezni, és az, amit mert hogy ez valami olyan szám, ami az Apple ID-nál, nem tudom, kártyaszámot próbálnak, nem tudom, ez nem annyira értek. De hogy ez is egy szoftver, állítólag, ha te ezt látod a telefonodon, akkor nem biztos, hogy jó, hogy felveszed. Hát meg ugye a levelezésedhez hozzá, hogyha hozzájut, nagyon sok leszedik ember az adataidat. Persze, nagyon sok ember van egyébként, aki levelezései között olyan információkat tárol, amiket talán nem kéne, és már veszélyes. Gondolod, de előre eltervezik, hogy hogy fosszanak ki nyugdíjasok, és nagyon sok olyan nyugdíjas, aki tényleg elmondja, hogy aranyom, 60 ezer a nyugdíjam, van itt egy kis megtakarításom, kapok bárna 10 ezer forintot, itthon tartom, nem hiszek a banknak, igen, mikor kapom meg azt a plusz 10 ezer forintot. Hát azért ez mennyire aljasnak kell lenni, nem? Előre megfondod, de kitalálod, és feltérképezel, és hát a nyugdíjasoknál azért nincs senki, sajnos ők azért sokszor egyedül vannak. Ugye? Tehát, hogy ott nincs az, hogy ott az unoka, család, stb. Általában egyedül vannak. Nem is vagy mondja lehet senkinek, mert azt mondod érted, hogy milyen jó lesz karácsonyk az unokáknak, a 10 000-ből veszek valamit, nem mondom ezt senkinek. Érted? És már az sincs, hogy ez kiderül. Vagy ha kiderül, akkor meg ugye, akkor le van húzva a listáról, akkor azt mondják, ja, otthon lakik az unoka, ja, otthon van a veje, akkor nyilván nem megyünk ide. Azért fura, mert én bármennyi idős emberrel találkozom, sokkal inkább gyanakvóak. Bármennyi idős embert hívtál, hogy bármennyi idős embert hívtam, hogy van otthon Patek Filippóra, és igen, aranydoksza. Hogy sokkal inkább gyanakvóak, és rácsapják a telefont, és nem beszélnek, és félnek, és paranoiásak. Tehát itt valami nagyon jól kell megtalálni azt a hangot, ahogy te megszólítod őket, és a bizalmukba férközöl. Uh-huh. De pont erre a paranoiára, meg félelemre épít a rendőrös vonal. Tehát, hogy lehet, hogy gyanakvó vagy, amikor az első kifaggat, kikérdezged, sőt, lehet, hogy erre is várnak egy picit, hogy érzik-e rajtad a gyanakvást, érzik rajtad az, de bocsánat, maga honnan is telefonál? De miért is telefonál? Ja, lecsapja, és akkor jönnek az árrendőrök. Igen, mert két típusú nyugdíjas van. Az egyik, aki paranoiás. Az egyik bottal ül, igen, az egyik, a másik szemmel. Beszállsz a liftbe, és már nagyon akar verni, és nem, és 10 év a házba laksz, de még mindig nem ismer meg, nem? És gyűlöl, hogy megnyomod előtte, szállsz ki, és biztos, hogy le akarod rabolni, és a nyugdíjat akarod elvenni. Kilöp a háromlágú bottal, mint maga igen. Nem fizet közös költséget, nem használhatja a liftet. Takar, hogy érjen, beszállsz a liftbe, és látod, hogy már utál, vagy az állandóan beszélgetni akar, nem? Igen. És ha mondja a sztorit, és megáll, és egy brutál orrszőr van az órába, és mondja, és... Nem, az van, aki... Tehát akkor... De, ez lehet idő, ez nem csak idősekre jellemző, tehát szerintem az orrszőr az, amire nincs mentség. De aki utál, azoknak is van orrszőrük néha. Jó, tehát vannak átszedés. Én ezzel a képvisel találkozom sokszor. Aki, ha mögé lépsz a postaládát üríteni, furán néz, és nem, és nem hisz neked, és megkérdezi, hogy hol laksz, és hogy jöttél be, és mondja neki, hogy mondjam, 15 éve itt lakom. Csak majd én vagyok az Marika néni. A másik, aki... Megint Vas megyese beszél. Honnan jött az a levél? A másik a folyton beszélgetős, nem? Aki beszállsz a libbe, és kitámasztja az ajtót, és még mondja, és dumálni akar. És nem enged a libből kiszállít. Ugye? Szerintem ez a két típus a jellemző. Egyébként sokat beszélgetős, vagy paranoia, egyáltalán nem beszélgetés. Na mindjárt megkérdezzük az ORFK-tól, hogy milyen trükkös lopások vannak most így a napjainkban, mi a divat, és mire lehet számítani. Na ne. Kapjátok össze. Orbán Sándor alezredes az ORFK-tól. Tiszteletünk! Jó reggelt, erőt, egészséget! Szolgálunk és védünk! Eseménymentes szolgálatot! És jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatókat is, és nem harapok. Tegeződhetünk, ugye mindenkivel tegeződünk. Köszönöm szépen, oké. Akkor tegeződjünk. Kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert már itt kicsit belehallgattam a beszélgetésetekbe, és tehát olyan ötlettárat felsorakoztatotok már, ami természetesen kifogyhatatlan, de vannak még a tarsajban sajnos. Vannak olyan intellektuális bűnözők, úgymond, akik ezeket profi módon csinálják. Ezt a módszert ismerted? Vagy ismertétek, hogy becsörög először egy rossz, majd jön a két jó zsarú, aki ugye szintén nem jó, és eljátszák ezt a klasszik jó zsarú, rossz zsarú szerepjátékot?
hallottam már róla, de tudok mondani egy másikat is, ha érdekel benneteket, megosztom veletek a hallgatókkal. Az például egy ápostás módszer volt pár évvel ezelőtti történet, amikor egy nő fölhívta a kiszemelt idős embert, itt is idős ember volt az áldozat, és elmondta, hogy ő az adott postafiók igazgatója, és a körzetében dolgozó postás az pénzhamisításos ügybe keveredett, és ezért bajba kerülhet ő is, mert hogy a nyugdíjban hamis pénzek voltak, és arra kérte az illetőt, hogy mondja, hogy otthon milyen címletei vannak, hány darab, sorszámát, betűjeli mennyiségét, és ezeket mind be kellett mondani. Édesem is jött a kis nyugdíjas, hozta a kis nyugdíjat, és bemondta, hogy van 5 darab. Így van, és természetesen ez mind hamis volt, és akkor mondta az illető, hogy ki fog menni XY azonosító számmal egy postatiszt, aki ezt át fogja venni, és meg fogja vizsgálni, hogy valóban hamis-e. És akkor jött is a telefonálás közben két pasi általában, és a nyugdíjasok szó nélkül adották a pénzt. Az illető átvette átvételi elismervény nélkül, arra hivatkozva, hogy le kell vinni az autóhoz, mert a berendezés az olyan nagy, hogy nem tudták fölvinni. Elvitték a pénzt, és hát többet sose láttak. Van is előfordult, akinek föltelefonált a kaputelefonon, és reklámfatyorba ledobott 1,5 millió forintot. Ne! És nem látta többet. Ledobott 1,5 milliót, mert azt hitte, hogy hamis. Igen, hogy vizsgálják meg. Ledobta, de azért annyira félt, hogy nem engedte föl, inkább ledobta, hogy nehogy baj legyen. Hát, hogy gyorsabb ügyintézés szempontjából történt. Hát meg akkor a munkácsit is viszi, érted? Atya, úristen. Szegény. Kemény. Aztán vannak még más jellegűek is, például találtam itt két társkereső oldalon ismerkedőt, két esetről van szó, két különböző. Az egyiknél arról volt szó, hogy megismerkedték, és a hölgy az idősebb úrnak elpanaszolta, hogy anyagi problémái vannak, és most vidéken tartózkodik az egyik ismerősénél, de hát gondolom megesett az úrnak a szíve rajta, és több esetben összesen 8 millió forintot adott az állítólagos unokatestvérnek, ahogy vigye el a hölgynek, és természetesen ez sem lett meg ez a pénz. Aztán egy másik esetben pedig arra hivatkozott az illető, a férfi, hogy Líbiában szolgálatot teljesítő békefenntartó, Skype-on keresztül beszélgettek a hölgyel, és külföldön a banki trezorban elhelyezett egy nagyobb összeget, de nincs bérleti díjra pénze, és ő is kért tőle 5 alkalommal USA dollárt, illetve eurót, és ő pedig 4 millió forintot sikerült így bezsebelnie. De hogy? Tehát hogy egyszer azt, hogy kérek, jó, adok, és így egyszer csak átutalja, odaadja? Vagy így van, ez így nem van. Is értem. Annyira bizalmába tud férkőzni, tehát a lelkire valószínű, hogy hát szerintem problémák lehetnek ilyenkor a sértettel, sajnos elnézést mindenkitől, de az egészséges kételkedés annak meg kellene lenni, és hát... Ez a hamis igazolványjal való bemenetel, ez megy még, hogy felmutattak valamit, amin valaki van, és ezzel szintén beengedik őket? Ugye ennek még bedőlnek emberek? Hát sajnos ilyen is előfordul. Tehát, mint említettük, legjellemzőbben a sértetti kör a 60 év felettiek. Előfordul, hogy nincs rajta a szemüvege, nem úgy látja, vagy csak úgyban villantja az igazolványt az illető, és nem tudja olvasni. Ennek ellenére, mivel hatósági személynek adja ki magát, ezért megbízik az idős ember ebben a személyben, és aztán bemenne be a lakásba, ott mindenféle ügyjel félreterelik a figyelmét. Tehát tudjuk azt is, sajnos továbbra is előfordul, hogy a nagyobb pénzt, vagy a pénzt otthon tartják a fiókba, a éréskamrába, volt olyan, aki műanyag pohárba. Volt egy olyan eset, amikor egy ilyen orvos látogatóként jelentkezett be az idős hölgynél, mondván azt, hogy a kórházban dolgozik ott a megyébe, és tudja, hogy sok gyógyszert szed, viszont ő tud egy megoldást, ami ugyan 4,5 millió forintba kerül, de neki nyújtásáron meg tudja szerezni 1,5 millióért, és mondta a hölgy neki, hogy nincsen nyitva, csak 1 millió forintja, és akkor kibatyogott a éléskamrába, és a zacskóba 100 000 forintonként volt külön szétpakolva neki a pénzt, leszámolta neki, és akkor még rendes volt, mert visszakért 10 000 forintot, mert hogy nem marad neki akkor semmi egész hónapra, és a hölgy elment vele, és mondta, hogy a többi ilyen majd később visszajön. Hát természetesen nem, jön, nem jött. A pénzt meg elvitte. Tehát ilyen gyakran előfordulnak, szerencsére nem számottevőek ezek az ilyen jellegű bűncselekmények. Emiatt statisztikából úgy nem is nagyon gyűjtjük őket, csak értékelemző munkával lehetne ezeket kigyűjteni, de szerencsére azért nem
tömegesen fordulnak elő. Szegény, és ez az egyik bemegy, lefoglalja, a másik addig körben, és gondolom ez is megy, nem? Ez a klasszik. Hát, igen, ilyen is volt, aztán olyan történet is volt, hogy egy rövidnadrágos, pólós fiatalember talált otthon az udvarán az illető hölgy, és a férfi, gondolom, felkészült mindenféle lehetőség, és kiabált, hogy ő rendőr, és hogy itt betörés történt, és ne menjen be a házba, illetve nyissa ki az ajtót, mert hogy le kell ellenőrizni, hogy ott hol megvannak az értékek, és természetesen a hölgy végigment mindenhol, ahol voltak ékszerek, készpénz, és közben még ő ellenőrizgette, hogy mit történt, vagy mit vittek el, addig az elkövetőnk, úgymond árrendőrünk pedig összeszedte utána a dolgokat. Tehát végtelen a trükkök tárháza. És általában ezeket az embereket elkapjátok, akkor mi derül ki róluk, hogy intelligens emberek, akik, mert azért ezeket jól kitalálni, hát szóval például ez a jó zsarú, rossz zsarút eljátszani, hát ezek nem teljesen hülyék, nem? Hogy... Így van. Tehát abszolút jó szituáltak, jól öltözöttek, jól kommunikálnak többnyire. Az én praxisomban még régebben, amikor vizsgáltam ügyeket, akkor volt egy 65 év körüli úr, aki szintén társkeresően megismerkedett korabeli hölgyel, akinek azt mondta el, hogy ő egy katonatiszt, ott élt vele, reggel elment aktatáskával munkába, és 5 óra után hazaérkezett. Napközben pedig azt csinálta, hogy vett egy újságot, megnézte, hogy hol van budapesti székhelyű cégeknek vidéken telephelye, felhívta a központot, és elmondta, hogy ő XY van buszsofőr, és most a lenti cég buszával itt vannak Budapest határában, jöttek város nézni, és lerobbantak, és segítség ki pár ezer forinttal. Tehát naponta összeszedett több ezer forintot, és ő ebből élt például. Atya Isten, el is gondolná az ember egyébként, hogy milyen leleményesek. Tehát jó megjelenésű, jó beszélő. Igen, ebben ez a megdöbbentő. Balázs, van ebben a szakmában jövőd. Jó megjelenésű, jó beszélő. Gyereke, én olyan rendszert építek föl, hogy még hozzá, még te is beengedsz. Ferikém, szia, jól vagy. És megyek hozzá. Figyelj, egészen más kérdés, mert hogy ezt lezártuk. Köszönjük szépen a történeteket, hogy... Oké. Egyrészt van-e ismerősöd Vasmegyébe, ezt a Feri kérdezem. Láttam már ott rendőr. Mi van ezekkel a büntetőpontokkal? Ezek mikor évülnek el? Hát el tudod ezt nekem mondani pontosan, vagy ebből így fel kéne készülni, ezt nem tudja mindenki fejből? Ezt nem tudja mindenki fejből, én speciál nem, mert nem ezen a területen dolgozom, tehát általában a közlekedési rendőr kollégákhoz tartoznak ezek a dolgok, én bűnügyben. Tehát ilyen vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban, ha van esetleg még kérdésetek, abban ha tudok, válaszolok. Igen, már más típusú pontokat gyűjtünk, Jani a pontgyűjtőkártyáján, én viszont a rendőrséggel ugye az elmúlt 1-2 éve sajnos, és úgy szeretném, ha ezek úgy valahogy már úgy eltűnnének, mert nagyon nyomasztanak. Túl szabályos a közlekedés. Előbb-utóbb a Janiét is, meg a tiédet is beváltják. Bizony. Csak én nem kapok pöttyös labdát, vagy sajtburgert. Akkor igen. A családon belül erőszakról sem beszéljünk, ugye, mert hogy a Feri kislány, amit mostanában kevesebbet teszik, csak egy fél disznót, egy csülök egy reggeli. És Feri már fenyegeti. Jó van, hát akkor ezt nem tudtuk meg, de nem is ezért hívtunk. Sándor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó volt, amiket mondtál. Reméljük, hogy a nyugdíjasok is hallgatnak bennünket, aztán egy kicsit oda figyelnek erre. Köszönöm, hogy szépen. Köszönjük szépen, Orbán Sándor. A lezetes úr az ORFK-tól. Köszönjük szépen. Esemény ment a szolgálat. Ciao, hello. Gyerek, nem tudtam meg sajnos. Jó, hát nyilván nem is ezért hívtuk. Örültem volna, elmondja. Igen, tök jó lett volna. Na mindegy, visszatérve azért erre rafkósak ezek a fiúk, lányok. Nagyon. Nem? Ezt még tegnap elmesélte Julinak egyébként, Sándor, hogy volt, aki egy George Clooney, a másik pedig egy X-Factor sztár képelt, és azt az igazolványt mutatták föl, azt hittem ezt a történet, és amúgy is úgy is beengedték őket. Elnézést, rendőrség. Uh-huh. Elfogták az értéket, és George Clooney kép volt befotozva. Vastag főadnagy. Valahonnan ismertem a fiatal embert. Olyan ismerős volt. Kedves, szimpatikus volt. Szegények, igen. Hát gyerekek, észnél kell lenni. Mi lesz, mire mi ilyen korba lépünk majd? Mivel fognak egy szkenner letapogatóval, mert átvilágítják a lakásukat, és esetleg látszik, hogy ott ülsz, sikálod a kis fogacskádat, és ott letapogatnak kintről, berobbantják az ajtódat, és elviszik. Tehát addigra mi lesz, mire mi odaérünk? Ha így mennek tovább a dolgoknak, nem lesz megtakarításunk. Ez a másik. Nincs oda, szinte miért csinált a második gyereket? Nyugdíjra hajtok apa. De mi, hogy majd ő kitermeli? Nem, ja, hát több gyerek, több nyugdíj. Aha. Ja. A futószalagon jön még 6. Családi. Nem gondolod. Hát miért csoda? Hát szaporodunk. Hagyj utáljanak. Sokat. 3-4-10 lesz pontosan, 7 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 3-4-10 lesz. 4 perc múlva Szexárdon, az 56-os úton van egy trafi. Ezt
Turbora küldte nekünk, köszönjük szépen. Két év és törlődnek a pontok, írja valaki, köszönjük. Egy éve nem kaptál semmit, akkor már csak az a 19 van. Hát, ha már 19 lenne, az nagy. Az de nagy ez baj. Az elavult géppark miatt van, nyomnak egy delete-et és dolgozik a gép, forog a kis homokor. Igen, és aztán végül lepörök. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Süni vadászatban kértem tanácsot, mert hogy a gyerekkel ugye sünit kellett menni fogni, és hát meglehetősen nagy kudarccal zárult a tegnapi süni vadászat, és a süni vadászat közben jöttem rá, hogy viszonylag keveset tudok a sünekről. De próbáltunk azért elemlámpával tegnap sünit vadászni. Közben utána néztem a dolognak, és alapvetően egy éjszaki életmódot élő állatról beszélünk, ami nappal alszik, ezért egy kis menedék mindenképpen kell neki. Én most vagy átálltok egy ilyen éjszaki életmódra, és nappal alszatok, hogy lássátok a sünit, vagy ne vegyetek. Igen, de kis fukkajanok leszünk, nappal alszunk, este vadászunk. Ugye hát a gyerek eldönti, akkor menni kell sünit vadászni. Arról beszélgetünk, hogy lehet sünit fogni. Valamint ugye megkérdeztük a hallgatóinkat, hogyha ki akarnák rugatni saját magukat, akkor mit kellene végrehajtaniuk gyorsan, mondjuk 10 perc alatt, amitől, vagy amivel azonnal kirúgnák őket. Érdekes események jöttek, írtak nekünk pszichológusok, nőgyógyászok, gépkezelők, targoncások, hogy mi az a pont, vagy mi az a cselekvés, vagy pillanat, amiért azonnal kirúgnák őket. Szemezgettünk az SMS-ekből, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello. Van sünöd? Sün? Otthon a kertben? Nem, itt nálad, hogy a Balázs tudja nézni délután. Nálam, itt most nálam nincs, de otthon a kertben van. A gyerekek elnevezték Tüsinek. Hát. Mi a neve? Hát Tüsi. Van saját sünötök? Van. Hát a kertünkben lakik. Hát nem mi vettük, hanem egyszer csak elkezdett lenni. A bal karomat odaadnám most is sünér. Tényleg? Igen. Mondjuk mostanában nem néztük, egy időben mindig lementünk, amikor leszáll az este, akkor jön ő elő. És mindig lementünk, próbáltunk neki kaját vinni, de annyira nem foglalkozott velünk. Nem? Cseltünk? Ebben van kutyánk is, és hát a kutyát annyira nem szereti. Ja. És hát persze a kutya is egyből jött velünk, aki így megállt fölötte támadólag, hogy ha megmozdul a sűr, rámegyek. Annak nem örült, nem? De hát próbáltuk távol tartani tőlem. De megvan még biztosan, mert néha a nyomát látom, ha értitek, mire gondolok, vannak kis barna pöttyök itt ott. Pia, megvan, akkor tedd be egy dobozba hozzát nekem, én kirakom a kertbe, és megyek a Benivel, mintha ott lakna nálunk. Mert nekem most ez a projekt. Sünt kell szereznem. Sünt kell mutatnom a gyereknek. A nem vallhatok kudarc a gyerekek. Nem sűn. Hol? A Bolzolit hívjátok fel. Csabi, basztus, annyira betekerte ez a rohadt szalaggal. A gyerek nem nézhet úgy rám, hogy még egy nyomorúságos sünt se tud neki az apja szerezni. Az apaképnek annyi. Elég, ha később csalódik bennem. Nem, 5 évesen még nem engedhetem ezt a csalódást átélni, hogy az apja nem tud neki egy sünt szerezni. Holnap megyünk újra sünvadászatra. Egyrészt a Bodzorinak szerintem van, másrészt nekem akkor fel kell hívnom, mert én nem tudok sünbe fogni. Hát mivel, hogy nincs nekem ilyen páncélkesztyűm. Hát a szúr. Ez ennyire? Hát ez vadállat. Jó, mindegy, ha megvan, dobd már be egy kardondobozba. Okay. Jó? Ha ott látjátok. Igazság, voltál futni? Voltam ma reggel futni, nagyon jót futottam, imádom ezt az időt, amikor még nincs kánikula, de azért érződik, fúj, az egy menetszél volt dupla, mert és nem csak a sebességtől. Igen. És hát ki tudtam próbálni az ajándékot, amit tegnap Jánostól kaptam. Na, működött? Feltettem a kis kezemre a telefonomat, és meg sem néztem egyszer se, de ott volt velem. Tudtam, ha elesek, vagy nem tudom, bármi történik, akkor fel tudom hívni a családot. Akkor legalább megéri majd annak, aki megtalál. Igen. Tegnap ugye kaptál egy ilyen karra rögzíthető telefontartót. Igen, mert ugye én nem vittem magammal a telefon, mert hogy hova teszem, de most már van, mert a Jani meglepett vele. Kösz, Jani. Jó, mondjuk az én cingár karja, amire volt méret, ezen nem ezekre a brutális bicepszekre. Jó, hát szorított is nagyon. Ja, bicepszre? Azt hittem combra. Na, hívhatjuk a naphallgatóját. Mondták ezen a héten egész jó statisztikánk eddig, nem? Igen. Ugye? Hogy... Moni? Úgy van! Hello! Hello! Chen Li? Ahó? Chen Li-vel beszélünk? Nem, Gábor vagyok. Hello, Gábor. Ugye a mi Gáborunk, Tóth Gábornak ma volt a rovata, és mondta, hogy miket kell inni, hogy az ember védje a bőrét, és hogy mitől lesz sárga. Te azt hittad, hogy soha nem ittam répalevet, mégis sárga vagyok, Chen Li. És ezt mi kedveltük, hogy ezzel te lettél a naphallgatója. Gábor, hol hallgatsz minket helyileg? Zircen. Zircen. Nagyon jó. Mit csinálsz? Dolgozol már? Dolgozom, persze. Mit csinálsz? Fogtechnikus vagyok. Hogy megörültünk ennek? Nem tudom, nagyon jó. Valamiért megörültünk ennek. Igen.
Jó van, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello, sziasztok. Ciao, hello, hello. Na? Budai vakvarjú, sűnvadászat, este 9 után 4 sünink van, az egyik szelíd. De jó. Na, mehetsz akkor oda is. De jó. Figyelj, na, halálos cuki az afrikai törpesűn, én most ránéztem. Vegyél már egyet. A kicsi? A kicsi. Mennyi? Azt nem írják, szerintem marha drága. Ez is kicsit másfél millió. Egy kis, és akkor mit csinál, tegyem el a kertbe, és találjuk meg spontán? Igen, csak nagyon kicsi, tehát vigyázz vele marhára, hogy el ne tűnjön. Mire megtalálnátok, addigra eltűnik. Uh-huh. Valami kell, gyerekek. Csabikám, remek zenéd lesznek? Hozom Lenny Kravitzet, akit tudom, hogy nagyon szerettek, és szerinted, az, Balázs, szerinted ez nem rockos, én szerintem benne van a rock. Mélyen. Hát jó mélyen. Azért. De nem, pont ma reggel mondtam, mert hogy mi is leadtuk, hogy egyre jobban kedvelem ezt a számot, mire a Jani pont előtte megállapított, hogy egyre jobban utálja. Kettő perccel mondtam, igen, hogy utálom. De igen. Én nagyon-nagyon bírom. Én hallom benne a gitárt, mert hát ugye alapvetően egy gitárosról van szó, bár ugye Lenny Kravitzről tudva lévő, hogy ő a dobot, a basszusgitárt, a billentyűt és minden mást, a vokálokat és az énekeket is ő játssza fel a lemezeire, legalábbis régebben így volt, kivéve amikor a Slash-t hívta vendégül. Jó, de te mindenben hallod a gitárt, mert a Sing-Sing-en olyan kis színpadokon játszottatok, hogy a sok marsat tönkretett a hallásra. Benne maradt a fülemben, igen. Még egy pár évig hallani fogom. És ugye ez az új lemez, a Strat, az szeptember 23-án fog megjelenni, és ennek egyik, vagy az első kimásolt maxia, az a The Chamber. Mikor gondolkoztam azon, hogy magyar előadók még a dalokhoz csinálnak klippeket? Persze. Igen? Megy. De minek? Netre. Hát most látta Dukai Regina új klipjét is. Itt néztük tegnap. A tévében. Leadta egy csatorna. Nem, bejöttek ide és eljátszották. Nem, mert hogyha a büfében. Mert az interneten meg lehet nézni. Aha. A YouTube-on és a Facebook-on is. Bizony. Van olyan tévé, amik leadja. Bevállaltam. Ugye már nem a zenetévre csinálják, mert 0,1 a nézettsége körülbelül, tehát hogy szabad szemmel nem is látható, és nem kimutatható, YouTube-ra gondolom. Nem? Ugye? Hogy oda... Persze, és akkor kattintás szám után azt el is tudod adni, hogy mennyien nézték meg. Tudod növelni is. Régen ment ez a klipturizmus, emlékeztek, mikor ugye nagy diszkókorszak, és mindenki lebarterezte a Yorgos Travel, és akkor ment ki, és akkor ott kint leforgatott 3 videoklipet, UFO Carpe Diem, de hogy... De csinálgatnak, hát Majka is, meg a nőbarát Curtis is. Igen, igen, nekik is sok klipük van, igen. Jó van, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00 ez a telefonszám. Jó, itt tudtok tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap, 6-kor. Elmondtam, hát, minden? Ha ide érünk, ha ide a szigetről, de jövünk. Persze. Mert hogy ma a halott pénz. Ez tegnap előtt volt. De minek neked a sziget? Ha később fejezitek be, akkor zapkása. Az apkás a helyre rád. Annyi, hajnal, egy hajnal az apkás, és megadjuk. Majd belé is belédiktálok fel. Jó van, Csabi, a kívánság műsorra jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Csau.